Kedves testvéreim! Bizonyos vagyok abban, hogy életem folytonos és szüntelen vágya, hogy teljesen emberi és egészen élő életet éljek. Másfelől legmélyebb és leginkább kísértő félelmem annak lehetősége, hogy elvesztegetem az élet kínált a csodálatos esélyt. Személyes imádságaim napról napra változnak élményeim és szükségleteim szerint, de egy imádság sosem maradhat el. Istenem, Atyám! Ne hagyd, hogy anélkül halljak meg, hogy igazán éltem, és igazán szerettem volna. Ez a felétek irányuló reményem és imádságom is. Életem során és az emberi élet teljes megtapasztalására való törekvésemben a legteljesebb és legátfogóbb pillanatok a belátás pillanatai voltak. Néha ezek az értékes belátások, amelyek szélesítették világom dimenzióit, és intenzívebbé tették részvételemet az életben, robbanásszerűen hatottak át. Néha pedig úgy jöttek, mint a hajnal, lassan és fokozatosan megajándékozva élettel és fénnyel. Nagyra becsülést és a közeli rokonság örömét éreztem a nagy pszichiáter Carl Jung iránt, amikor a három hagyományos teológiai erényhez sorolta a belátást is. Azt mondta, hogy élete legjelentőségteljesebb pillanatai a hit, a remény, a szeretet és a belátás pillanatai voltak. Ezeket a belátásokat természetesen meg kell vizsgálnunk az élet laboratóriumában. Minden tudás, amely nem változtat az élet minőségén, terméketlen és kétes értékű. Másfelől, ha az élet minőségei és érzelmi keretei megváltoznak, akkor a változás többnyire visszavezethető valamilyen új belátásra vagy tapasztalásra. Így alakul az én életem története, és biztos vagyok benne, hogy minden emberi életé. Hadd térjek ki néhány személyes példára. Az én felnőtt életemet alapjaiban megváltoztató belátások közül a következőket sorolnám fel. Az ellenszenves tulajdonságok. Hazugság, hőzöngés, pletykálás, hisztérikus megnyilvánulások. Személyemben és másokban valójában fájdalmas segélykiáltások. Az ember legértékesebb lelki tulajdona az önmagáról alkotott helyes kép. Az emberi kapcsolatok sikere vagy sikertelensége leginkább a kommunikáció sikerétől vagy sikertelenségétől függ. A belső békéhez és minden jelentős kapcsolathoz szükséges, hogy érzéseinket teljesen és szabadon élhessük át és fejezhessük ki. Nem vagyok személyesen felelős mások problémáinak megoldásában. Ilyen irányú törekvések csupán éretlen állapotban tartják a másik embert, és függővé teszik személyemtől. A szeretetnek feltétlennek kell lennie. Egyébként az nem más, mint a manipulálás egy formája. A feltétlen szeretet az egyetlen fajtája a szeretetnek, mely megerősíti az emberi személyt, és képessé teszi a növekedésre. A teljes és emberi élet boldogságában való részesülésünk attól függ, hogy személyesen hogyan fogjuk fel a valóságot. Ahogy a mondás tartja, amit látsz, azt kapod. A valóságot. Magunkat, másokat, az életet, a világot és Istent. Mindnyájan értelmünk szemén keresztül fogjuk fel. Mégis különbözőképp látjuk ezeket. A valóságról alkotott képed nem az enyém, és fordítva, az enyém nem a tiéd. Mindkettőnk képe a valóságról korlátolt és elégtelen, de különbözőképpen. Mindketten félremagyarázzuk és eltorzítjuk a valóságot, de különböző módon. Mindketten látunk valamit a rendelkezésünkre álló igazságból és szépségből, melyre a másik vak. A lényeg az, hogy a vízió dimenziói és tisztasága határozza meg világunk dimenzióit és életünk minőségét. Amilyen mértékben vakok vagyunk, illetve amilyen mértékben torzítjuk a valóságot, oly mértékben csökken életünk és boldogságunk.
következésképp, ha meg akarunk változni, növekedni akarunk, akkor először ezen az alapvető vízión, vagyis a valóság felfogásán kell változtatnunk. Általánosan elfogadott, hogy az igaz és teljes emberi élet három összetevőre támaszkodik, mint a fotóállvány három lába. A személyen belüli folyamatokra, a személyes kapcsolatokra és egy vonatkoztatási rendszerre. A vonatkoztatási rendszerrel, a valóság alapvető felfogásával, melyen keresztül új embereket, eseményeket és gondolatokat integrálunk, értékelünk és értelmezünk. A rugalmas ember az újat folyamatosan integrálja, de közben alapfelfogása vagy látásmódja is megváltozik. De az emberi élet minőségét és az abban való részesedést, bármennyire módosuljon is, mindig ez a vízió irányítja. Ez a meglátás jelentősen átalakította nem csak életemet, de az ember helyzetét elemző gondolataimat is. A magam módján arra a következtetésre jutottam, hogy a szeretet a teljes emberi élet programjának nélkülözhetetlen tartozéka, és hogy a szeretet akkor működik, ha az emberek hajlandóak erőfeszítést tenni érte. Arra jutottam, hogy a kommunikáció a szeretet éltető eleme, és hogy az érzelmek átélése és kifejezése lényeges alkotó elemei a kommunikációnak. Azt is megértettem, hogy senki sem tud a másikból érzéseket kiváltani, csupán már meglévő érzéseket tud erősíteni, melyek arra várnak, hogy felébresszék őket. Miután végigjártam ezeket a meglátásokat, a megértés mindig új és izgalmas területeinek mérföldköveit, egy végső kérdéssel kerültem szembe. Tegyük fel, hogy valaki a meglátások szerint cselekszik, tökéletesen szabadon éli át és érettel juttatja kifejezésre magányosságát, félelmét, haragját és így tovább. Hova jut ettől a ponttól? Elegendő lesz a negatív és terhes érzések egyszerű és nyitott kifejezése ahhoz, hogy megváltoztassák reagálási módját? Fritz Perls és a gestalt pszichiáterek azt csugalják, hogy igen. Eric Byrne és a tranzakcióanalízis követői nem osztják ezt az optimizmust. Magamra és másokra vonatkozó saját tapasztalataimból azt hiszem, hogy a nem kívánatos érzelmi magatartásokon csak a gondolkodásmód megváltoztatásával lehet változtatni. Azaz, a valóság felfogásának, vagyis a víziónak megváltoztatásával. Ez a meggyőződése Albert Ellisnek és a racionális érzelemterápia művelőinek. Mára egyértelműnek látszik számomra, hogy érzelmi reakcióink nem változatlan elemei lelki alkatunknak, múltbeli, jelenbeli és jövőbeni személyiségünknek.
Inkább aszerint változnak, hogy miképp látjuk magunkat, a többi embert, az életet, a világot és Istent. Tapasztalásaink megszokott vonatkoztatási rendszerünké válnak, melyben cselekszünk és reagálunk. Gondolataink és magatartásunk irányítják érzelmi válaszainkat. A tartósan negatív érzelmek azt jelzik, hogy gondolkodásunkban torzulás, illetve csalódottság érhető tetten, vagy világlátásunk szenved szemtengelyferdülésben. Ha például magamat értéktelen embernek látom, sok fájdalmas és hosszantartó érzésre számíthatok. Elbátortalanodás, depresszió, szomorúság vagy épp öngyilkos gondolatok. Ha azonban egy másik ember feltétlen és megerősítő szeretete képes meggyőzni arról, hogy én jóra való, szeretetre méltó és értékes ember vagyok, akkor érzelmi reakcióim gyökeresen megváltoznak. Amint megszűnik a torzulás felfogásomban, fokozatosan magabiztos, kiegyensúlyozott és boldog emberré válok. Ha úgy gondolok rád, mint barátra és munkatársra, akkor találkozásunkkor szívbéli és pozitív érzelmek töltenek el. Ha azonban ellenségnek és vetélytársnak tekintelek, érzelmeim épp ellenkező előjelűek lesznek. Bizonyára ismeritek ezt a kis versikét. Két ember néz a börtönrácson át. Egyik sarat, másik csillagot lát. A teljes életre való törekvésben ezen a vonatkoztatási rendszeren múlik minden. Ezen az alapvető látásmódon, hogy miképp látom magamat, másokat, az életet, a világot és Istent. Amit látunk, azt kapjuk. Következésképpen, ha te vagy én meg akarunk változni, teljesebb és élőbb emberek ki akarunk válni, akkor tisztába kell jönnünk látásmódunkkal, és türelmesen azon kell fáradoznunk, hogy helyreállítsuk egyensúlyunkat, megszüntessük az eltorzulásokat. Minden valós és tartós növekedésnek itt kell kezdődnie. Egy félős embert rá lehet venni arra, hogy a magabiztosság látszatát keltse maga körül. De ez nem lesz más, mint álarc. Csupán maszkok cserélődnek. Addig nincs igazi változás, igazi növekedés bennünk, amíg nem változik valóság felfogásunk, látásmódunk. Egy barátom mesélte nemrég, hogy amikor a Bahamákon nyaralt, egyszer nagy, izgatott tömeget látott összeverődni az egyik móló környékén. Kérdezősködésére megtudta, hogy a figyelem középpontjában egy fiatal ember állt, aki házi készítésű hajójával egyszemélyes föld körüli útra indult, és az előkészületek utolsó simításait végezte. A mólón kivétel nélkül mindenki pesszimista hangokat ütött meg. Előszeretettel sorolták a vállalkozó kedvű vitorlázónak mindazokat a dolgokat, melyek balul üthetnek ki. Meg fogja hígetni a nap, nem lesz elég élelme, a hajója nem fog ellenállni a viharos hullámoknak, sohasem ér célba. Amikor a barátom hallotta a kalandvágyó fiatalemberre zúdító, elbátortalanító figyelmeztetéseket, ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy ő viszont optimizmusnak és bátorításnak adjon hangot. Amint a kis hajó kezdte elhagyni a kikötőt, hogy kifusson a nyílt vízre, barátom a móló végére ment, és mindkét kezével, mint egy szemafor, vadul integetni kezdett, bátorságot sugárzóan, miközben ezt kiabálta: Bon voyage, ez aztán igen, veled vagyunk, büszkék vagyunk rád, jó szerencsét, testvér! Néha úgy látom, hogy kétfajta ember létezik. Vannak azok, akik kötelességüknek érzik, hogy figyelmeztessenek mindarra, ami elromolhat, miközben mi, páratlan életünk ismeretlen vízein útnak indulunk. Várj csak, barátom, majd meglátod, milyen hideg és kegyetlen odakinn a világ. Nekem elhiheted. Mások viszont ott állnak a mólón, és bátorítanak, magával ragadó bizalmat sugározva: Bon voyage! A pszichológia történetét sűrűn népesítik be az olyan tudósok, akik elsősorban betegekkel foglalkoztak. Megpróbálták kideríteni, mi tette őket beteggé, és azon fáradoztak, hogy bennünket, többieket figyelmeztessenek mindarra, ami balul üthet ki. Jó szándékúak voltak, és sikeres erőfeszítéseik kétségtelenül mindannyiunk javát szolgálták. Ennek ellenére a pszichológia történetében kitüntetett helyet kell biztosítanunk a humán pszichológia atyának, Abraham Maslownak. Ő nem elsősorban a betegekkel és a betegség okaival törődött.
életét és energiáit az egészséges, önmagukat megvalósító emberek tanulmányozásának szentelte, és az egészség okait kutatta. Abbe Maslow tetőtől talpig bonvojás alkat volt. Inkább foglalkoztatta, hogy mi működhet jól, mintsem, hogy mi rosszul. Azon igyekezett, hogy a teljes emberi élet kútfőjéhez vezessen bennünket, s nem azzal, hogy riogasson, miben mehetünk tönkre, mi mindent kell kiállnunk, miközben megpróbálunk előre jutni. Maslow humán pszichológiai hagyományait követve szeretném szavakkal megfesteni azon emberek portréját, akik teljes emberi életet élnek, és szeretnék néhány megfigyelést közzétenni arról, hogy mi teszi ezeket az embereket egészségessé. Általános megközelítésben azt mondhatjuk, a teljes életet élő emberek azok, akik képességeiket, erejüket és tehetségüket teljes mértékben kihasználják. Az ilyen személyek külső és belső érzékeiket egyaránt mindenestül használják. Otthonosak és nyitottak minden emberi érzelem megtapasztalására és kifejezésére. Élénkek értelmükben, szívükben és akaratukban. Azt hiszem, mindannyian ösztönösen félünk attól, hogy kocsinkat teljes gázra kapcsolva robogjunk utunkon. Jobban szeretjük a biztonság kedvéért kicsiny, finom falatokban kóstolgatni az életet. A teljes életet élő ember azzal a bizalommal utazik, hogy ha valaki egészen eleven, minden porcikájában aktív és teljes erőbedobással él, a végeredmény harmónia lesz, nem pedig káosz. Teljes életet élő emberek külső és belső érzékei egészen elevenek. A világot szépnek látják. Hallják zenéjét és költészetét. Érzik minden új nap illatát, és megízlelik minden pillanat édességét. Persze az ő érzékeiket is sérti a csúnyaság, bántja a kellemetlen szag. Aki teljes életet él, az nyitott minden emberi megtapasztalásra. Küzdelmes feljutni egy hegy tetejére. De csodálatos felülről a kilátás. A teljes életet élő egyének aktiválták képzelő erőjüket, és kifinomították humorérzéküket. Élénkek érzelmeikben is. Át tudják élni a csodálatos emberi érzésvilág teljes skáláját, a csodálkozást, az áhítatot, az együttérzést, a fájdalmat és az örömet egyaránt. A teljes életet élő emberek értelmükben is élők. Tudatában vannak Szokratész bölcs állításának, hogy nem érdemes olyan életet élni, melyről nem elmélkedünk. A teljes életet élő emberek mindig gondolkodnak és reflektálnak az életre.
képesek arra, hogy a megfelelő kérdéseket tegyék fel az életnek, és elég rugalmasak ahhoz, hogy hagyják, az élet tegyen fel nekik kérdéseket. Nem akarnak reflexió nélkül élni egy meg nem vizsgált világban. Legfőképp pedig talán akaratukban és szívükben élnek ezek az emberek igazán. Nagyon szeretnek. Őszintén szeretik és tisztelik magukat. Minden szeretet itt kezdődik, és erre épül. A teljes életet élő emberek örülnek az életnek, és hogy azok, akik. Finoman és érzékenyen szeretnek másokat is. Másokkal szembeni magatartásukat leginkább a törődés és a szeretet irányítja. És vannak olyan személyek az életükben, akiknek boldogsága, sikere és biztonsága olyan drága és valóságos számukra, mint a sajátjuk. Elkötelezettek és hűségesek azokhoz, akiket így szeretnek. Az ilyen emberek számára az élet az öröm színeiben pompázik, és az ünnep hangjaitól hangos. Életük nem folytonos gyászmenet. Minden reggel egy várva várt új lehetőség. Van értelme élni, és van értelme meghalni. Amikor az ilyen emberek meghalnak, szívük eltelik hálával mindazért, ami volt. Azért, amik voltunk. Ezért a csodálatos és teljes megtapasztalásért. Egész lényüket áthatja a mosoly, ahogy az életük végig pereg. És a világ jobbá, boldogabbá, emberibbé lett, mert itt éltek, nevettek és szerettek. A teljes életet nem szabad úgy feltüntetni, mintha az a közmondás tartotta, habos torta lenne. A teljes életet élő emberek pontosan azért, mert teljes életet élnek, persze megtapasztalják a bukást és a sikert egyaránt. Nyitottak a fájdalomra, és az örömre is. Sírnak és nevetnek. Álmodnak és reménykednek. Az egyetlen, ami távol áll élettapasztalatuktól, a passzivitás és az apátia. Határozott igent mondanak az életre, és sokszoros áment a szeretetre. Érzik a növekedés, a régiből az újba való átmenet erős fájdalmát, de mindig felgyűrt ingújjal, nyílt értelemmel és lángoló szívvel küzdenek. Mindig mozgásban lévő, növekvő, fejlődő teremtményei a folytonos evolúciónak. Hogyan válhat valaki ilyenné? Hogyan tanulhatjuk meg, miképp csatlakozzunk teljesen az élet dalát teljes szívvel éneklőkhöz és táncolókhoz? Úgy látom, hogy a teljesebb életre törekvés kérdésével foglalkozó mai gondolkodók nézeteit 5 fontos lépésben lehetne leszűrni és megfogalmazni. És mert a lépések egymásra épülnek és egymásból nőnek ki, egyikük se teljes és végleges. Mindegyik csupán eszményi kép marad, mely segít, hogy feléje törekedjünk. A vízió vagy látásmód szóhasználatánál maradva, az 5 lépés mindegyike lényegében újfajta tudatosságot és érzékelést ír le. Minél tökéletesebben megvalósul ez a felfogás, annál inkább tudjuk megtalálni az élet teljességét. Mielőtt részletesen tárgyalnánk őket, a teljesebb élet felé törekvés 5 lépése röviden. Az első, önmagunk elfogadása. A második, önmagunkká lenni. A harmadik, megfeledkezni önmagunkról a szeretetben. A negyedik, hinni. Az ötödik, tartozni valahová. Nyilvánvalóan minden növekedés önmagunk örömteli elfogadásából indul ki. Máskülönben egy fájdalmas és vég nélküli belső polgárháborúra lennénk kényszerítve. Továbbmenve, minél inkább elfogadjuk önmagunkat, annál inkább megszabadulunk a kétejtől, hogy vajon mások elfogadnak-e bennünket. Felszabadultan, bizalommal lehetünk önmagunk. Azonban legyünk akár hitelesek, akár nem, csupán önmagunkat szeretni és önmagunknak élni, zárt kis világot eredményez. Meg kell tanulnunk kilépni önmagunkból, hogy másokkal igazi szeretett kapcsolatot alakíthassunk ki. Természetesen az, hogy mennyire igaziak ezek a szeretett kapcsolatok, azon múlik, hogy a személy mennyire hiteles, mennyire képes önmaga lenni. Miután tehát a szeretet kivezet önmagunkból, meg kell találni a hitet.
ahhoz, hogy lássuk életünk értelmét és kialakuljon a küldetéstudatunk, mindannyiunknak meg kell tanulnia hinni valakiben vagy valamiben. Minél inkább ennek szenteljük magunkat, annál inkább kifejlődik a mély és személyes összetartozás tudata, és felfedezzük a közösség valóságát. Teljes életet élő emberek úgy fogadják el, és úgy szeretik önmagukat, amilyenek. Nem élnek sem valami holnap ígéretében, sem a bennük rejlő lehetőség esetleges majdani megvalósulásában. Úgy éreznek önmagukkal kapcsolatban, meleg, örömteli rokonszemvel, ahogy te meg én, amikor olyan valakivel találkozunk, akit valóban szeretünk és csodálunk. A teljes életet élő emberek érezhetően tudatában vannak mindannak, ami jó bennük. A kicsi dolgoktól kezdve, mint például, hogy hogyan járnak vagy mosolyognak, adottságaikon, a természetes tehetségükön keresztül egészen az erényekig, melyek kiművelésén sokat fáradoznak. Amikor tökéletlenséget vagy korlátot találnak önmagukban, könyörületesek. Megpróbálják megérteni magukat, s nem elítélni. Az egészséges önfegyelmen túl légy irgalmas önmagadhoz. A teljes életet árasztó forrás a személy belsejéből ered. És a pszichológia nyelvén szólva, önmagunk elfogadása örömteli. A helyes önkép, önmagunk ünneplő tudata az alapja annak a forrásnak, amely felszökik az élet teljességéig. A teljes életet élő emberek önmaguk elfogadása által szabadulnak fel. Így lesznek hitelesek és valóságosan élők. Csak az az ember tudja elvállalni az önmaga elfogadásával járó kockázatot és felelősséget, aki képes örömmel elfogadni önmagát. Önmagam akarok lenni, hangoztatja a sláger. Mégis legtöbbünket elcsábít az, hogy álarcot viseljünk és megjátsszuk magunkat. A jó öreg ego védelmi mechanizmusai azért jöttek létre, hogy megvédjenek bennünket a további sérülésektől. Valójában azonban távol tartanak bennünket a valóságtól, és szűkítik látómezőnket. Csökkentik életképességünket. Több szempontból is jelentős, hogy önmagunká legyünk. Szabadon kimutathatjuk, hogy mit érzünk, gondolunk és szeretünk. A hiteles személyiségek saját gondolataikat gondolhatják, önállóan dönthetnek. Fölé emelkedtek azon gyötrőkínnak, hogy mások elismerését keressék. Nem adják el magukat senkinek. Érzéseik, gondolataik, döntéseik nem bérelhetőek ki. Légy hű önmagadhoz. Ez az életelvük,
és az életstílusuk. Miután a teljes életet élő emberek megtanulták elfogadni önmagukat, tovább lépnek, hogy elsajátítsák az önmagukról való megfeledkezés művészetét, a szeretet művészetét. Megtanulják, hogyan lépjenek ki önmagukból, és hogyan éljék meg a tiszta, gondoskodó szeretetet mások iránt. Egy ember világának méretét a szívének mérete szabja meg. Olyan mértékben vagyunk otthon a valóság világában, amennyire megtanultuk szeretni azt. A teljes életet élő emberek menekülnek az egocentrizmus sötét és szűk világától, ahol csupán egy valaki fér el. Olyan empátiával rendelkeznek, mely képessé teszi őket arra, hogy mélyen és spontán együtt tudjanak érezni másokkal. Mivel be tudnak lépni mások érzésvilágába, majdnem úgy, mintha benne volnának a másikban, vagy a másik lenne ő bennük, ezáltal saját világuk is kitágul, és az emberi megtapasztalás képessége is jelentősen növekszik bennük. Mások számára élő személyé lettek. Vannak olyanok, akik annyira drágák számukra, hogy ezáltal személyesen megtapasztalták a legnagyobb szeretet elkötelezettségét. Szeretteiket saját életük árán is megvédenék. Szerető embernek lenni egészen mást jelent, mint jótét léleknek lenni. A jótét lelkek csupán használnak másokat azért, hogy bemutathassák rajtuk erényeiket, amelyeket pontosan számon is tartanak. Azok az emberek, akik szeretnek, megtanulják, hogy figyelmük és gondolkodásuk fókuszát hogyan irányítsák át önmagukról másokra. Ők igazán törődnek másokkal. A jótét lelkek és a szerető emberek között az a különbség, mint az élet színpadi előadása és az élet szeretetben való megélése között. Az igazi szeretetet nem lehet sikeresen utánozni. Mások iránti gondoskodásunknak és törődésünknek őszintének kell lennie, különben szeretetünk nem ér semmit. Egy dolog azonban biztos. Nem lehet megtanulni az életet anélkül, hogy meg ne tanuljunk szeretni. Miután a teljes életet élő ember megtanulta, hogy kiemelkedjen az önmagára figyelésből, felfedezi életének az értelmét. Ezt egy meghatározott hivatásban vagy küldetésben, az elnevezés Viktor Frankl-tól származik, lehet megtalálni. Az elköteleződés egy személynek vagy egy ügynek, akiben vagy amiben hinni lehet, akit vagy amit szolgálni lehet. Ez a hitbeli elköteleződés alakítja a teljes életet élő személyek életét, teszi jelentőssé és értékessé minden erőfeszítésüket. Az életcél vállalása a kicsinyesség és a silányság fölé emeli őket, mely szükségszerűen elnyeli az értelmetlen életeket. Ha az emberi életnek nincs konkrét értelme, akkor szinte teljesen ki van szolgáltatva az érzelmek keresésének. Az ember csupán kísérletez, újabb élményeket keres, hogy megtörje holtvágányra futott élete monotóniáját és unalmát. A céltalanul élő ember általában elvész a drogok okozta hallucinációk erdejében, az alkohol mámorában, a hosszú orgiákban, abban a nyughatatlan késztetésben, hogy akkor is vakarózzon, amikor nem viszket semmije. Az emberi természet irtózik az ürességtől. Okot kell találnunk a hitre, vagy egész életünkben kompenzálni fogjuk magunkat kudarcunkért. Thank you.
teljes élet ötödik és egyben utolsó alkotó eleme kétségtelenül az a hely, amelyet otthonnak nevezünk, a közösség érzése. A közösség azoknak a szövetsége, akik közösen birtokolnak valamit, akik kölcsönösen megosztják egymás között azt, ami számukra a legértékesebb, saját magukat. Ennek tudatában vannak, és nyitottak egymás felé. Egymásért vannak. Szeretetben megosztják egymással életüket és személyüket. Ilyen a teljes életet élő emberek összetartozás tudata, családjukhoz, egyházukhoz, az emberiséghez. Vannak olyanok, akikkel az ilyen emberek jól és otthonosan érzik magukat, akikkel megtapasztalják a kölcsönös egymáshoz tartozás érzését. Van olyan hely, ahol hiányuk érezhetővé válnék, ahol haláluk után meggyászolják őket. Ezekben a kapcsolatokban jól érzik magukat, akár adnak, akár kapnak. Az ellenkező irányú magatartás, az elzárkózás mindig beszűküléshez vezet és pusztít. Az elszigeteltség és a magányosság szakadékába taszít bennünket, ahol csupán sínylődhetünk. Az emberi természetbe írt könyörtelen törvény ez. Egyéni, individuális értékünk páratlan, de sohasem vagyunk csupán egyének. Senki sem sziget. A pillangó szabad, de nekünk egy másik ember szívére van szükségünk ahhoz, hogy szívünk otthon legyen benne. A teljes életet élő emberek nagy békéjét és boldogságát csak ilyen otthonban lehet megtapasztalni. Ez a profilja, a portréja a teljes életet élő embernek. Miután sikerrel megtették a felsorolt 5 lépést, a következő alapvető kérdést teszik fel maguknak. Hogy tudom a legtöbbet megtapasztalni, a legtöbb örömet átélni, és a legtöbbet gazdagodni ebből a napból, ebből az emberből, ebből a kihívásból? Az ilyen emberek egyre növekvő kíváncsisággal figyelik az élet lüktetését. Szavaikban és tetteikben konstruktívak, nem pedig destruktívak. Viselkedésük inkább rugalmas, mint merev. Képesek arra, hogy állandó és örömteli kapcsolatokat létesítsenek. Aránylag szabadok a stressz fizikai és pszichés tüneteitől. Jól teljesítenek az életben, józan arányban képességeikkel. Alkalmazkodóak és bizakodóak, ha változásra kényszerülnek, vagy ha olyan döntést kell hozniuk, amely megváltoztatja életük folyását. Mindannyian szeretnénk ilyen emberek lenni, és mindannyian többek is lehetünk náluk. Végső soron mindez csupán látásmód kérdése. Felfogásunktól függ, hogy szétesettek, vagy egészségesek vagyunk-e. Ez az egészség lényegében belső víziónkon, életadó látásmódunkon fordul. Bon voyage! Hétköznap, add felfedeznem kincsedet. Hadd tanuljak tőled, hadd szeresselek, hadd áldjalak, mielőtt elmész. Ne engedd, hogy elszalasszalak a hiú holnap reményében. Maradj velem, amíg lehet, hiszen elmúlik minden. Egy nap majd földbe vájom ujjam, arcom párnába temetem, vagy kihúzom magam. S karjaim az ég felé emelem, és nem kívánok mást, csak visszatértedet. A látásmód, a valóság megítélése és értelmezése kulcs szerepet játszik mindannyiunk érzelmi és értelmi egészségében. Ez szerint az elmélet szerint a felfogásunk váltja ki az érzelmeinket és határozza meg magatartásunkat. Ebből következően gondolkodásmódunknál kell kezdenünk, azzal, hogy miképp tekintünk az életre, azaz milyen a látásmódunk. Ha ezt elfogadjuk, akkor személyes növekedésünk energiáit arra fogjuk használni, hogy minél inkább tudatára ébredjünk látásmódunknak, és el tudjuk távolítani felfogásunkból a hibás vagy rossz észleléseinket, amelyek látásmódunk részévé váltak. Nem mindenki ért egyet ezzel az elmélettel, vagy nem mindenki közelítené meg az értelmi és érzelmi egészség kérdését ezekre az alapokra építve. Számos különböző elmélet is létezik arról, hogy mit teszi az embereket beteggé, és mitől lesznek egészségesek. Emellett százszámra léteznek az egyén egészségét és növekedését bemutató elképzelések,
amelyek ezekre az alapvető elméletekre épülnek. Sajnos legtöbb testvérünk nemigen hasonlít arra a teljes életet élő emberre, akiről az előző fejezet szólt. Abraham Maslow úgy becsülte, hogy 100 emberből csupán egy az, aki önmagát megvalósítja, és képességeit teljes egészében kihasználja. Úgy érezte, hogy a többség anélkül létezik, hogy igazán élne. Az általános vélekedés szerint a legtöbb ember csupán 10%-át hasznosítja életenergiáinak. Csak 10%-át látják a világ szépségének, és csak 10%-át hallják a mindenség zenéjének és költészetének. Az emberi érzésvilág mélységének és gazdagságának csupán 10%-át élik át. Botorkálnak a világban anélkül, hogy elmélkednének róla, anélkül, hogy kutatnák azt. Úgy élnek, hogy közben a szeretet tört hányadát adják és kapják. A legtöbb ember figyelmét rabul ejti és túszként fogva tartja a belső fájdalom és gyötrődés. Ahogy Thoreau mondta, ők a csendes kétségbeesés életét élik. Energiáik nagy részét fölemészti a félelem, a harag, a bűntudat, a gyűlölet, a magány és a frusztráció. Kevés hajlandóságuk és még kevesebb erejük van ahhoz, hogy az élet táncát járják vagy dalát énekeljék. Azt a kifejezést, hogy vigyük sokra az életben, értelmetlen klisének, durva tréfának, impálódzó mézes madzagnak tartják, amely a naív emberek éhes szíve előtt lebeg. A legtöbb ember kötéltáncos módján igyekszik megtartani egyensúlyát, attól félve, hogy a stressz kibillentheti őket érzelmi és értelmi egyensúlyukból. Sokak számára a társadalmi feszültségek legkisebb növekedése is előidézheti, hogy a csendes kiábrándultság akut és fájdalmas tünetekbe csapjon át. Egy férfi állás nélkül marad, és gyomorfekét kap. Egy anya elveszíti gyermekét, és súlyos, hosszantartó depresszióba esik. Színészek, politikusok és más személyiségek, akik a közélet akváriumában kutakodó tekinteteknek kitéve élnek, gyakran összeroppannak fizikailag vagy lelkileg. A hosszúra nyúlt vietnámi háború próbára tette és megkeserítette az amerikai pszichét. Az utcai és az otthoni erőszak beárnyékolta a legtöbb amerikai városlakó elméjét és lelkét. A stressznek rengeteg forrása van, amely korunk életét bizonytalan kimenetelű kalanddá teszi. A legtöbb ember beérni a túléléssel és a biztonsággal. Bizonyára ismerik a statisztikákat.
Van valami bennünk, ami lázad ellenük és vonakodik, hogy szembenézzünk vele, így hát kérem, legyenek türelemmel. Az Egyesült Államok Mentál Egészségügyi Intézetének adatai szerint minden tizedik amerikai valamiféle érzelmi vagy mentális egyensúlyvesztésben szenved. 1,5 millió amerikait kezelnek ideggyógyintézetekben. 10 millió amerikait tartanak idegbetegnek, és több mint 250 000 kerül naponta kezelésre elmegyógyintézetekbe. 3 amerikai betegágyból 2-t idegbeteg páciensek foglalnak el. A legszerényebb becslések szerint is évente 25 000 lesznek Amerikában öngyilkosok. Általánosan elfogadott azonban, hogy az öngyilkossági kísérletek száma ennek legalább a 10-szerese. Az amerikai lakosság 5%-át tartják alkoholistának. A Menninger alkoholelvonó program szerint ezek olyan emberek, akiknek életstílusát a családtól és a barátoktól való fájdalmas érzelmi kirekesztettségen túl bizalmatlanság, bűntudat és szégyen kíséri. A gyermekkori halálozások okai között 2. helyen a gyermekekkel szemben elkövetett erőszak áll. Az élet teljessége, az élet és a szeretet csodálatos lehetősége a legtöbb ember számára nagyon keveset jelent. Elegük van az életből. Reményük eltűnt. Álmaik megtörtek. Meg kell említeni, hogy az említett érzelmi és mentális problémákat vagy organikus, vagy funkcionális eredetűnek tulajdonítják. Organikus zavarok azok, amelyek szervi elégtelenségből erednek, mint például a Down-kor, a fogyatékosság és a szenilitás. A funkcionális problémák a nagyon súlyostól kezdve az igen enyhéig széles skálán mozognak. A funkcionális zavar legsúlyosabb esete a pszichózis. Ilyenkor a személy és a valós világ közt törés vagy hasadás áll be. A funkcionális probléma vagy egyensúlyvesztés legáltalánosabb enyhe formája a neurózis. A neurotikus személy kapcsolatban van a valósággal, de érzelmi problémái miatt nagyon kicsiny a képessége, hogy a valósághoz békésen alkalmazkodjék. A neurotikus személy reakciói bizonyos emberekkel, munkahelyükkel, családjukkal vagy egészségükkel kapcsolatban általában eltúlzottak. Ha a neurotikus emberek nem tudják megkülönböztetni érzelmi szükségleteiket fizikai éhségérzésüktől, könnyen betegesen falánkká válhatnak. Ha nem elég szabadok ahhoz, hogy érzelmeiket kifejezzék, önpusztító módon saját testükön átjelzik. Egészségi állapotuk folyamatosan gyenge, vagy pedig ártatlan kívülállókra vetítik ki érzelmeiket. Vagy örökösen ingerlékenyek, vagy kontroll nélküli érzelemkitöréseik, sírógörcseik vannak. Mindezek természetesen tünetek, nem pedig okok. A neurotikus emberek általában tudatában vannak állapotuknak, és annak, hogy ez hogyan hat másokra. Mégis erőtlennek érzik magukat ahhoz, hogy ezen változtassanak. Az Egyesült Nemzetek Világegészségügyi Szervezete a megbomlott egyensúlyi állapot egyik formáját, a depressziót a világ legnagyobb egészségügyi problémájának tartja. E zavar súlyosabb formája a mély depresszió vagy depresszív pszichózis. Ha ez az állapot heves, izgatott és túlzott aktivitással járó periódusokkal hullámszerűen változik, mániás depressziónak nevezzük. A legtöbb ember depressziótól szenvedő ember. Megtapasztalja a magány, de különösen a tehetetlenség és a hasznavehetetlenség érzését. Többnyire értéktelennek érzik magukat, és bűntudattól szenvednek. Ha valakit összetörnek a depressziós érzések, és már nem mutat érdeklődést a világ és más emberek iránt, akkor úgynevezett idegösszeroppanásról beszélünk. Több nő szenved depresszióban, mint férfi. Az öngyilkossági arány pedig a depressziósok között 36-szor nagyobb, mint az átlag népesség körében. A mentális betegségek legkomolyabb és legelterjedtebb formája a skizofrénia. Az Egyesült Államokban ez a kórházi ápolások fő oka. Úgy tartják, hogy 100 amerikai közül 3 élete valamely szakaszában a skizofrénia valamelyik formájában szenved. A leginkább veszélyeztetett korosztály a 16 és 30 év közöttieké.
Az általános tünetek közé tartozik, hogy az illető visszavonul minden társadalmi élettől, és egyfajta belső fantáziavilágba menekül. A skizofrének mindig kiábrándultak, és nem ritkán hallucinációik is vannak. Komoly és észrevehető változások állnak be az érzékszervi észlelés, az érzelmi reakciók és az általános viselkedés terén. Emberek és tárgyak furcsa alakot öltenek. Az étel és az ital gyakran furcsa ízű. A hangok vagy elviselhetetlenül hangosak, vagy egyáltalán nem hallhatóak. Belül a skizofrén beteg gyakran él át depressziót, feszültséget és fáradtságot. Mivel a veszélyeztetettekben általában társadalmi stressz előzi meg ezeket a zavarokat, az emberek olyan helyekre költöznek, ahol nincs közlekedési probléma, követelő főnök, nem kényszerítik teljesítményre, nincs parancsoló óra és naptár, ritkán kell dönteni, és nincsenek határidők. A közösségi és vidéki élet nagyon népszerűvé vált. Azok, akik fizikailag nem tudnak elmenni, ábrándozásba, alkoholizmusba vagy más drogok élvezetébe menekülnek. Némelyek örökös repülőjegyet váltanak a jövőbe induló járatra, és a rózsaszín honlapba menekülnek. Mások a stressz elől az intellektualizmusban, a könyvek világában keresnek menedéket. Ismét mások fékevesztett szabadosságban élnek, amely minden bűnt megenged, kivéve, hogy komolyak legyenek. Természetesen az egyének hajlama a stresszre más és más. Egyesek jól tűrik a kudarcokat, és nagy adagban képesek a stresszt is elviselni. Sőt, vannak olyanok is, akik szinte keresik a feszültséget és a felfokozott idegállapotot. Mások törékenyebbek és könnyen szétesnek. A stresszre való kisebb vagy nagyobb hajlamot egyértelműen meghatározza az egyén környezete és biológiai öröksége. A ház, amelyben élünk, testünk és agyunk kémiai működése, táplálkozásunk és emésztésünk olyan tényezők, amelyek hatnak ránk. Képesek vagyunk-e megtalálni az élet teljességét? Jókora tévedés volna ezt nem beismerni. Sajnos a gyermekek nagyon jó megfigyelők, de rossz értelmezők. Kíváncsian figyelik, mi történik, de nem mindig jutnak helyes következtetésekre. A legtöbb gyermek, aki elutasítottnak érzi magát, nem elutasított, mégis annak érzi magát, mert megfigyeléseit hamisan éli át és értelmezi. Megpróbáljuk megváltoztatni céljainkat, fogalmainkat és elképzeléseinket. Csak az ilyen változás hozhat tartós fejlődést. Minden világra jött gyermek eleven kérdőjel.
Az első kérdés az ént érinti. Ki vagyok én? A gyermek fokozatosan fedezi fel a fizikai valóságot, kezét, lábát. Megtapasztalja a nedvességet és az éhséget. Aztán felfedezi személyes érzelmi világát, a biztonságot, a bizonytalanságot, igényít arra, hogy megdicsérjék és figyeljenek rá. Az én tudatosulásának folyamatában a gyermek fokozatosan felfedezi, hogy ő nem a teljes valóság, hogy a többiek nem csupán az ő énjének meghosszabbításai. Itt kezdődik el a másik felfedezése. Kik ők? Egyikük barátságos, másikuk nem. Az egyikre lehet sírással hatni, a másikra nem. A gyermek számára az emberek közös jellemzője, hogy körülötte vannak. A világhoz tartoznak. A gyermeknek meg kell tanulnia, hogyan viszonyuljon hozzájuk. Így élete első napjaitól kezdve törekednie kell arra, hogy értelmezze a valóságot és alkalmazkodjon hozzá. Amint kicsiny testének szemei elkezdik megfigyelni a fizikai valóságot, a kicsiny agy elkezdi megértő, értelmező és értékelő munkáját. Itt kezdődik a látásmód alakulása, amely az emberi életet formálja. Az emberi test ösztönösen alkalmazkodó. Hideg időben a bőr pólusai bezáródnak. Erős fény hatására a pupillák összehúzódnak. Egyes belső szervek át tudják venni más belső szervek funkcióit, ha azok nem jól működnek. A testi funkciókhoz hasonlóan a növekvő gyermek a pszichés alkalmazkodó reakciók egész repertoárját fejleszti ki. Valahányszor új lényt észlel a világban, valamennyire alkalmazkodnia kell hozzá. Ez a folyamat vezet végül oda, hogy kialakul a páratlanul egyedi személy egyéni értelmezése a valóságról, és az ahhoz való alkalmazkodás módja. A legtöbb szülő azt állítja, hogy gyermekében már csecsemőkorban felfedezhetőek az önálló személyiségre utaló vonások. A valóság felfogás módjai és az alkalmazkodási reakciók már egy családon belül is mindegyik gyermeknél igen különböző érzelmi színezetet öltenek. Nagyon fontos észrevenni, hogy az egyéni alkalmazkodást és az érzelmi reakciókat a belső és a külső valóság nagyon is személyes észlelése és értelmezése határozza meg. Az emberi élet bármely szakaszában kialakulhat legalább egy kezdetleges látásmód. Ez az emberi agy dinamikájának szükségszerű következménye. Az érzékszervek felfogják a látás, a szaglás, az ízlelés, a hallás és a tapintás által érzékelt jelenségeket. Ezek eljutnak az agyba, amely rögtön feldolgozza és értékeli ezeket az adatokat. Mint valami számítógép, az agy úgy értelmezi az érzékszervek által felfogott különböző impulzusokat, és a valóságról érthető és rendszerezett képet alakít ki. Ez olyas valami, mint amikor az ember egy mozaik vagy egy kirakójáték darabjait egyesével kapja kézhez. A mozaik nem más, mint a valóság. Az egész nem egyszerre érkezik meg csinos dobozban, hanem darabonként, kis csomagocskákban, egy-egy nap adagjában. Minden nappal egy új darab érkezik. Mindegyik hozzáad valamit a valóság teljes képének mélyebb megértéséhez. Ezeket a darabokat különbözőképpen rakjuk össze, hiszen mindenki a maga módján érzékeli a valóságot. A valósághű és pontos látásmód kialakításához a legszükségesebb tulajdonságok a nyitottság és a rugalmasság. Elkerülendő csapda a merevség. A merev emberek nem tudnak mit kezdeni a kételyel. Úgy érzik, sietve ki kell rakniuk a képüket. Ezért akár már néhány darabból is kirakják szűkös és szoros sémájukat. Beérik ezzel a néhány darabbal. Ennél több darab csupán összezavarná őket. Szerintük ez így volt kezdetben. Így van ma, és mindig is így lesz. Amikor megszólalnak, látszólag mindenkinél biztosabbak a dolgukban. A rugalmas és nyitott emberek viszont elfogadják az új darabokat, újra kezdik a képüket és módosítják kezdeti, átmeneti sémájukat. Mindig készek arra, hogy felülvizsgálják és felülbírálják szemléletüket. Látszólag kevesebb bizonyossággal rendelkeznek, mint a merev emberek, és következtetéseik szükség szerint változtathatóak.
más analógiával élve, a merev emberek olyanok, mint azok a detektívek, akik az első néhány bizonyítékból azonnal biztos és megingathatatlan következtetésre jutnak a megoldandó rejtéllyel kapcsolatban. Bármilyen új bizonyíték kerül is napvilágra, ők igyekeznek azt eredeti, éretlen következtetéseikhez igazítani. A rugalmas és nyitott emberek beérik kísérleti jellegű ítéletükkel, de ezt újra és újra felülbírálják, amint új bizonyíték merül fel. Ahelyett, hogy a tényeket igazítanák saját következtetéseikhez, rendszeresen felülvizsgálják álláspontjukat, hogy minden ismert ténynek helyet adjanak. A merev emberek rögzült és statikus életet élnek kisvilágukban. Szűkre szabják világuk határait, hogy át tudják tekinteni azt. Nem vallják be, de rettenetesen félnek attól, hogy tovább próbálkozzanak. Ha meg kellene nyílniuk a valóságra, az bizonyosan elsöpörné őket. Számítógépük lefagyna. Ez a csőlátás megóvja őket a kételytől és a zavarodottságtól. A rugalmas emberek viszont növekvő emberek, akik egy folyton táguló világban élnek. Józanul belátják, hogy a változások veszélyt és új lehetőséget is hordoznak. Tudják, hogy megsérülhetnek, ha számításukba esetleg hiba csúszik, de azt is tudják, hogy semmi sem végleges vagy visszavonhatatlan. Ha valaki folytonosan felülvizsgál és újraértékel, akkor nem követhet el végleges hibát. A tényállás a következő. Mindannyiunknak szüksége van egy világképre, még ha az éretlen is, vagy folyamatos felülvizsgálat alatt áll. Szükségünk van a világképre, mert elménk nyughatatlanul választ keres kérdéseire, és a valóságot érthető sémákba akarja rendezni. Ez a világkép ad iránymutatást a viselkedésünkhöz. Ez teszi az életet kiszámíthatóvá. A világképünk jelöli ki tájékozódási pontjainkat. Ez segít a valósághoz való alkalmazkodásban. A világképünk alapján, legyen az tágas vagy szűkös, átmeneti vagy kialakult, tudjuk, hogyan kell cselekednünk. Ha a magamról alkotott képen vagy felfogásom azt csugalja, hogy semmire se vagyok jó, és az emberek nem szeretnek, akkor legalább tisztában vagyok lehetőségeimmel. Például eljátszhatom azt, hogy magányos vagyok, vagy olyan ellenszenvessé tehetem magam, hogy mások magamra hagyjanak. Vagy akár átmehetek támadásba, ami a közmondás szerint a legjobb védekezés. Ha bajt okozok, legalább néhány pofont kapok. Ha a valóságlátásomban a többieket gonosznak vagy hazugnak tartom, akkor tudni fogom, hogyan igazodjam hozzájuk.
Be fogom zárni az ajtómat éjszakára, cipzárt varratok a zsebeimre, és nem bízom senki ember fiában. Ha pedig az életet nem tekintem másnak, mint piszkos küzdelemnek egy síralomvölgyben, akkor tudom, hogyan kell cselekednem. Kibúvót keresek. Élvezzük a drogot, az alkoholt vagy az ábrándozást. Csak akkor kerülünk kapcsolatba a valósággal, ha ez szükséges vagy elkerülhetetlen. Más szóval, mindannyiunknak megvan a saját világképe. Ez következik értelmünk természetéből és valóságértelmező ösztönéből. Ez a világkép azért is különösen fontos számunkra, mert ez biztosítja az életben a folytonosságot és kiszámíthatóságot. A látásmód képessé tesz minket arra, hogy tudjuk, miképp kell cselekedni. Nélküle pszichésen vakok lennénk, akik botladozva tapogatódznak egy teljesen feltérképezetlen területen. Hamar összezavarodnánk és szétesnénk. Ez a világkép olyan belső forrásként szolgálhat, amelynek segítségével felmérhetjük, hogyan reagáljunk emberekre, helyzetekre és eseményekre. Ez határozza meg érzelmi válaszainkat is. Ahogy mondtuk, minden érzelmi beidegződésünk és reakciónk az életszemléletünkön alapszik. Nem számít, hogy észlelésünk valósághű-e vagy sem. Érzelmi válaszunk elkerülhetetlenül az észlelésünkhöz igazodik. Képzeljük el például, hogy egy gyerek játék gumi kígyót hagy a gyepen. Ha ezt én valódi kígyónak látom, akkor nem számít, hogy valódi-e vagy sem, az érzelmi reakcióm az észlelésemet követi. Az érzelmek mindig egy adott észlelés és értelmezés eredményei. Az észlelés által kiváltott érzelmi reakcióknak azonban erős hatása lehet minden további észlelésre és értelmezésre. Voltál már egyedül egy hatalmas házban, egy eldugott, távoli helyen? Zajt hallasz az éjszaka közepén, de nem tudod, honnan jön és mi okozza. Ettől a pillanattól kezdve minden nyikorgás és árnyék gyanússá válik. Ördögi kör alakul ki. Az észlelés érzelmi reakciókat vált ki, azok pedig színezik és torzítják a további észleléseket. Utólag kinevethetjük magunkat, ha visszagondolunk a magányos házban eltöltött éjszakára. Az ilyen ördögi körök azonban bénítóan hathatnak, ha másokkal szembeni előítéleteinket táplálják. Egyetlen nyomasztó tapasztalat egy egész emberi csoportról alkotott felfogásunkat eltorzíthatja. Ugyanígy egy katasztrófának megélt élmény is hathat bénítóan. Például, sohasem tudnék tanár lenni. Egyszer megpróbáltam egy osztályt tanítani, és hülyét csináltam magamból. Vagy, néhány évvel ezelőtt repülővel utaztam. A gépnek kényszerleszállást kellett végrehajtania. Képtelen lennék újra repülőre ülni. Eddig azt láttuk, hogy ez a látásmód, amely valójában a valóság erősen individualizált értelmezése, az értelem természetéből fakad. Amint felfedezzük a másságot a többi lényben, akikkel valamilyen kapcsolatba kerülünk, elkezdjük ezt az értelmezést, és a valósághoz való személyes alkalmazkodásunkat eszerint alakítjuk. Látásmódunk kiszámíthatóvá teszi az életünket, és irányítja viselkedésünket azáltal, hogy jelzi, mi a megfelelő válasz. Végül ez a látásmód az alapja annak az érzelmi alapképletnek, amely boldognak vagy szomorúnak, bátornak vagy gyávának, gyengédnek vagy haragosnak mutat bennünket. Más eredménye is van ennek a világképnek, amely erősen és áthatóan hat az emberi élet minőségére. Szeretném ezt az eredményt alapkérdésnek vagy gondolkodásmódnak nevezni. Ez előzetes beállítottságból vagy feltételezésből áll. Egyesek eleve biztosak a kudarcokban, bármihez fogjanak is hozzá. Öreg arzénes ajkak, bármit megcsókolok, az kimúlik. Előbb-utóbb mindnyájan megszokott, egyéni módszert alakítunk ki az életben való eligazodásunkra, legyen szó személyekről, eseményekről, különleges helyzetekről, munkáról, tanulásról vagy játékról. A kérdések, amelyeket mindnyájan rendszeresen fölvetünk, mindig látásmódunkból vagy vonatkoztatási rendszerünkből indulnak ki. Néhány ilyen alapkérdés. Mitől kell félnem? Hogyan sérthetnek meg? Mit kell tennem, hogy megfeleljek mások elvárásainak? Hogyan romolhatnak el a dolgok?
Hogyan csaphatnak be, vagy használhatnak ki? Hogy jutottam ide? Kell-e döntéseket hoznom, határidőket megtartanom, vagy felelősséget vállalnom? Jónak vagy rossznak tartanak-e mások? Mit tegyek, hogy több figyelmet szenteljenek nekem? Milyen hátrányt, előnyt jelent ez számomra? Meg kell mutatnom, hogy milyen vagyok. Ugye nem lesz ebből baj? Természetesen nem lehet minden helyzetben egyetemesen alkalmazni ezt az alapkérdést, amellyel különböző személyeket és helyzeteket közelítünk. Némi változtatásra mindannyian képesek vagyunk. Az a világlátás azonban, amely megformálja személyiségünket, nem más, mint szokássá rögzült szemléletmódunk, mi pedig mindnyájan a szokások rabjai vagyunk. Szokásaink hatására ismétlődnek a tetteink. Az ember természeténél fogva egységre törekszik, és ez az egységesítő hajlam szokássá rögzült ritmusokhoz, ciklusokhoz és reakciókhoz vezet. Legfőbb következtetésünk tehát az, hogy az alapkérdés vagy gondolkodásmód az ember alapvető valóságlátásából, világképéből adódik. A teljes életet élő ember alapkérdése javaslatom szerint a következő. Hogyan tudok örülni ennek az embernek, ennek a helynek, helyzetnek vagy kihívásnak? Ezzel nem hedonizmusra vagy az én központúságra akarok biztatni. Azt sem szándékom, hogy az örömet az érzéki élvezetre vagy az érzelmi kielégülésre redukáljam, bár ezek is hozzátartoznak. Az igazi emberi elégedettség alapvető feltétele, hogy minden porcikánkban és megmozdulásunkban, érzékeinkben, érzelmeinkben, értelmünkben, akaratunkban és szívünkben teljesen aktívak maradjunk. Nem kényeztethetem az érzékeimet vagy érzelmeimet azon az áron, hogy kikapcsolom az értelmemet vagy érzéketlenné teszem a szívemet. A kérdés, hogyan örülhetek ennek? Erősen pozitív érzelmi megközelítést és kreatív lelkületet hordoz. Ennek az alapkérdésnek is több oldala van. Hogyan kaphatok és adhatok a legtöbbet? Hogyan növekedhetem ezáltal, és hogyan segíthetek másoknak a növekedésben? Hogyan élhetem át legmélyebben ezt az élményt? Milyen lehetőségeim adódnak arra, hogy szeretetet adjak és kapjak ezen a napon, ebben a találkozásban, ebben a helyzetben? A teljes életet élő emberek örömüket találják abban, amit mások fáradtságnak vagy kötelességnek tekintenek. Nem a muszáj irányítja őket, ők akarnak. Tudatában vannak a töviseknek, mégis a rózsákra figyelnek. Minden nap hoz valami újat,
sohasem a tegnapot másolja. Senki sem, önmagunkat is beleértve, ugyanaz ma, mint aki tegnap volt. Mivel látásmódjukat mindig felülbírálják és nyitottak a változtatásra, a teljes életet élő emberek várva várják az új meglátásokat. Ezek a meglátások megújítják őket és valóságlátásukat. Vigyázat! Miközben megpróbálom leírni a teljes életet élő emberek látásmódját és alapkérdését, rossz érzés fog el. Nem szeretnék olyan ideált lefesteni, amely mindenestől valószínűtlen. Egyeseket elkábíthat az olcsó optimizmus mámorító nedője. Minden mindig rózsaszín, az élet mindig szép. Ezek az emberek nyilvánvalóan elveszítették kapcsolatukat a valósággal. Ismerek olyan tehetős üzletembert, aki elvárja, hogy kérdésére, hogy vagy, mindig az legyen a válasz, remekül. Sok olyan közkedvelt pszichológus van, aki ellentmondást nem tűrően kijelenti. Semmi más nem kell tennünk, csupán pozitívan és optimistán gondolkodni. Hagyjuk figyelmen kívül hibáinkat, és induljunk el a pázsitos úton. Ez mindent meg fog változtatni. Ez nyilvánvaló és veszélyes ostobaság. Azért egyértelműen ostobaság, mert a valóságról alkotott képünk megváltoztatása változtat ugyan a tényekhez való viszonyunkon, maguk a tények azonban ettől még nem változnak. Egy szeretett személy elvesztése fájdalommal jár. A kudarc letör, a lenézés elszomorít. A teljes életet élő emberek természetesen átérzik a bal sors minden nyűgét s nyilát. Mélyebbé, érzékenyebbé és együttérzőbbé válnak, pontosan azért, mert szenvedtek, de ők is szenvedni fognak. A mindig mindenre mosolyog, szélhámos jelszó veszélye az, hogy amint rájuk tör a valóság, az ilyen romantikus felhőkanalazás mindig szomorú kiábrándulásban ér véget. A divatos szólások például mindent megtehetsz, amit akarsz, mindent lehet, csak akarni kell. Csak a szappanoperákban és a popmagazinok történeteiben igazak. Az álmaiban elmerülő embert végül rendszerint elborítja a keserű csalódottság. Úgy látom, hogy a lelkendezők ezt a maguknak bebeszélt pozitív boldogságtudatot rá tudják erőltetni olyan emberekre, akiknek látásmódja alapjában véve negatív és pesszimista. Ez igen kegyetlen rászedés. Olyasmi, mintha mosolygó maszkot erőltetnénk rá egy mélységesen szomorú emberre. Látásmódunkat kell tehát átformálnunk. Egyre inkább tisztába kell lennünk azzal, hogy mit tartalmaz. Fel kell fedeznünk torzulásait, fel kell cserélnünk hibás észleléseinket olyanokkal, amelyek igazak. Egyedül az igazság tehet szabaddá bennünket. Ez nem egyszerű. Aki 20 évet töltött azzal, hogy felépítse a valóság sajátos értelmezését és formálását, attól nem várható el, hogy 20 perc alatt megváltoztassa látásmódját. Nem olyan egyszerű, hogy felrakunk egy mosolyt, vagy megnyomjuk a pozitívan gondolkodom gombot. Nincs igazi növekedés addig, amíg látásmódunk meg nem változik. A növekedés pedig lépcsőzetes folyamat, amely gyakran növekvő fájdalommal jár. A gyermeknek életi korai szakaszától meg kell tanulnia a közeledés és a visszahúzódás mértékét az őt körülvevő emberekkel szemben. Meg kellett tanulnia, hogy kit érinthet meg, kinek a karjaiban kereshet meg nyugvást és gyöngétséget, és hol biztonságosabb távolságot tartania. Ha az embert egy fához hasonlítanánk, legalább 5 fő gyökeret találnánk a föld alatt. Ezek a gyökerek táplálják és igyekeznek formálni a személy teljes kifejlődését. Magukban foglalják a személy biológiai örökségét, agy, idegrendszer és így tovább, fizikai étrendjét, anyagcseréjét, társadalmi környezetét és személyiségének egyedi felépítését. Mindez nagy mértékben meghatározza, hogy az emberek miként érzékelik önmagukat és az őket körülvevő világot.
Létezik egyfajta tagadhatatlan, bár némileg rejtélyes kölcsönhatás test és lélek között. Tagadhatatlan, hogy az értelmi és az érzelmi állapot kihat a test egészségére. A szorongás aszmás rohamot válthat ki. Meg vagyok róla győződve, hogy az egészség alapjában véve belső állapot. Ez azonban megfordítva is igaz. A testi állapot is hat a lelki állapotra. A vérszegénység vagy az agy kémiai háztartásának egyensúlyvesztése depressziót okozhat. Ez a fizikai eredetű depresszió eltorzíthatja azt a látásmódot, ahogyan észleljük a valóságot. Más szóval, az önmagunkról és a világról alkotott képet nagy mértékben befolyásolhatják a fizikai tényezők. Amikor a csecsemők és később a gyermekek elkezdik felfedezni és értelmezni a valóságot, azt a látásmódot sajátítják el, amelyet lényegében szüleik és más családtagjaik alakítottak ki. A gyermekek félremagyaráznak egyes családi üzeneteket. Életük legfogékonyabb időszaka szerencsétlenül egybeesett családjuk életének sötét napjaival. Talán nem hallják meg, hogy mások mit szándékoznak mondani, vagy éppen akkor a legnyitottabbak a szülők és mások felé, amikor azok a legkevésbé hajlanak arra, hogy egészséges életszemléletet sugározzanak. Bárhogyan történjék is azonban, a gyermek első, átmeneti látásmódját többé-kevésbé szülei és családja határozza meg. A gyerekek nagyrészt úgy látják önmagukat, ahogy őket szüleik és más rokonaik látták. Megtanulnak félni azoktól a dolgoktól, amelyektől szüleik is félnek. Megtanulják szeretni azt, amit ők is szeretnek. Értékelni azt, amit ők is értékelnek. Az ozmózisnak ez a folyamata, amelyben a gyermek magába szívja szüleinek a valóságról kialakított látásmódját, már a méhen belüli, azaz a születés előtti időszak tapasztalataival elkezdődik. A várandós anya nyugalmi vagy izgalmi állapotát a vérben lezajló kémiai változások, illetve az izom összehúzódások közvetítik a gyermeknek. A gyermek rögzíti ezeket az üzeneteket fejlődő agysejtjeiben és idegrendszerében. Magáévá teszi az anya nyugalmát vagy megrázkódtatását. Ezeken az üzeneteken keresztül az anya azt közvetíti gyermekének, hogy a világ biztonságos és békés, vagy éppen veszélyes és bizonytalan. A gyermek életének korai szakaszában, legalábbis bizonyos mértékben, ezek az üzenetek hatnak a gyermek valóságértékelésére és alapvető látásmódjára. Már említettük, hogy az újszülött olyan, mint egy élő kérdőjel. Attól a pillanattól kezdve, hogy a gyermekek megkapják az élet ajándékát, egyben válaszokat és értékeléseket is kapnak. A válaszokhoz és értékelésekhez egyfajta érzelmi színezet társul. Nehéz az élet ebben a világban. A megfelelő válasz az életre a depresszió, vagy az élet érdekes kaland. A megfelelő válasz a kíváncsiság és az életkedv. A gyermekek általában fogékonyak, és készségesen elfogadják a szülők által sugallt értékeléseket és érzelmi válaszokat. Természetesen ezek az észlelések, értelmezések és sugallt érzelmi válaszok nem rögtön válnak a gyermek sajátjává. Ismétlés a tudás anyja. A látásmód fejlődésének a dinamikája a következő. A gyermek bizonyos élethelyzetekben és bizonyos ingerek hatására gondol valamit, például nem érek semmit, értékem csak abban áll, hogy másoknak tetszésére legyek. Ezt követően hasonló szituációk ismétlődésekor a gyermek ugyanezt gondolja, és újra azt feltételezi, hogy a személye értéktelen, és hogy neki mások tetszésére kell lennie. Az eredeti benyomás minden egyes alkalommal megerősödik.
Elegendő mennyiségű ismétlés után az, ami eleinte csak elképzelés és megkérdőjelezhető körülmény volt, magatartás formává és meggyőződéssé válik. Amikor ez bekövetkezik, a kezdeti benyomás a gyermek látásmódjának részévé válik. Érzelmi válaszait és magatartását e szokássá rögzült szemlélet határozza meg. Szomorú lesz, és folytonosan mások igazolását fogja keresni. Ez a példa is azt a tényt igazolja, hogy mi emberek szokásaink rabjai vagyunk. Szokásaink határoznak meg bennünket. Gondolataink magatartás formákká kristályosodnak, azok pedig összefornak egy szokássá merevedett vonatkoztatási rendszerrel, egy látásmóddal, világképpel. Az üzenetközvetítés és üzenetfelfogás kombinációinak és változatainak száma végtelen. Ebből adódóan az emberek egyedüli látásmódot alakítanak ki, és különbözőképpen cselekszenek. Például kódolt vagy nyílt szülői üzeneteken keresztül a gyermekek helyesen vagy tévesen úgy érezhetik, hogy akkor értékesek, ha nem okoznak gondot, vagy ha jó jegyet kapnak, ha csöndesek, jól viselkednek, bátrak és így tovább végeláthatatlanul. Akár helyesen fogták fel az üzenetet a gyermekek, akár nem, az, amit meghallottak, nagy hatással lesz az életükre. A teljes élet szempontjából ezeknek a korai benyomásoknak különösen nagy jelentőségük van. Ha a gyermekek úgy érzik, hogy külsejüket illetően rászorulnak szüleik megerősítésére, akkor ezt akár megkapják, akár nem, pusztító képzelgések csapdájába kerülhetnek. A szülők feltételek nélküli szeretetének mértékében azonosítják az igazi értéket saját személyükkel, nem pedig külső megjelenésükkel vagy teljesítményükkel. Ha csupán feltételes szeretetet kapnak, ami azonnal visszavonásra kerül, mihelyt nem teljesítik a rájuk erőltetett elvárásokat, akkor értéktelennek találják magukat. Úgy érzik, hogy kihasználják őket. A feltételes szeretetre adott érzelmi válaszban összekeveredik majd a harag, a bizonytalanság és az igazolás erős vágya. Azt mondtuk, hogy a kisgyermek első kérdése önmagára irányul. Ki vagyok én? E kérdésre kapott válasz és vele az én észlelése játssza a legfontosabb szerepet a látásmód kialakításában. Ha a gyermeket szeretik, vagy a gyermek úgy tapasztalja, hogy önmagáért szeretik, akkor jó önképet fog kialakítani, és elindulhat a teljes élet felé. Ha külsejükért vagy másoknak nyújtott teljesítményük miatt szeretik őket, akkor életük beszűkül.
A gyermekek második kérdése másokra vonatkozik. Kik ők? A szülők ezt a kérdést inkább példaadásnak, mintsem szabállyal válaszolják meg. A gyerekek lesik és fülelik a választ. Figyelik a szüleik arckifejezését, és meghallják hanglejtésük változását, amikor másokhoz vagy másokról beszélnek. A szülői reakciók ismétlődnek. Az üzenetek megerősödnek. A gyermekek gondolatai felnőtt viselkedéssé válnak. Végül már tudják, a többi ember alapvetően jó vagy rossz, együttműködő vagy vetélytárs, barátságos vagy haragos, megbízható vagy gyanús, hiteles vagy veszélyes. E tudat birtokában biztonságban érzik magukat. Ha a szüleidnek nem hihetsz, kiben bízhatsz? Ismét meg kell jegyeznünk, hogy a kombinációk és a változatok száma végtelen. Például családunk és rokonaink jók, mindenki más gyanús. Vagy minden ember lényegében rendes, ha jól bánnak vele. Vagy vannak elfogadható emberek, de mielőtt megbíznánk bennük, jobb erről előbb megbizonyosodni. Vagy az emberek jók, ha te is jó vagy hozzájuk. Vagy győződj meg róla, hogy van nálad serpenyős mérleg, mielőtt más emberekkel akadna dolgod, így gondosan mérlegelheted, hogy mit adsz és mit kapsz. A teljes látásmód harmadik eleme, amely megnyitja vagy elzárja a személy előtt a teljes élet lehetőségét, maga az élet. A gyermek fölteszi a kérdést. Mire jó az élet? Ki val kudarcot és ki lesz sikeres az életben? Mi a legfontosabb teendő az életben és az élettel? Milyen a teljes és boldogító élet? A kapott válaszok szerves részét képezik a gyermek kezdeti látásmódjának és a valóságértékelésnek. A gyermek ebből a vonatkoztatási rendszerből alakítja ki első céljait és törekvéseit. A szülők általános viselkedésére és értékrendszerére tetteikből, dorgálásaikból, elégedettséget vagy elmarasztalást sugárzó reakcióikból és a beléjük vésődött, elfogadott életelvekből lehet következtetni. A szülők életkörülményei a gyermek alakulásának korai életszakaszában nagyon meghatározóak. Lehet, hogy a szülők kiegyensúlyozottak, célkitűzéseik elérhetőek, értékrendjük helyes. De az is előfordulhat, hogy anyagi nehézségek, egészségi problémák, a klimaxos évek vagy a sokféle traumák egyike hosszabb időre kibillenti őket egyensúlyukból. Valószínű, hogy ebben az időben a gyermekeiknek közvetített életüzenetek megtelnek torzulásokkal. Néhány lehetséges üzenet az élet természetéről és céljáról. Vizsgáld felül őket. Az élet izgalmas, igazi kaland. Az élet nem könnyű, mindenki magára van utalva. Az élet arra való, hogy megszerezzünk dolgokat, saját házat, elegendő pénzt, hogy legyen mihez nyúlni, ha baj van, biztonságos öregkort. Az élet arra való, hogy előbbre juss, hogy bizonyíts magadnak, hogy kivívd mások elismerését. A siker mértéke a népszerűség. Hányan szeretnek téged? Annyit érsz, amennyit Isten szemében érsz. A siker az életben betűzve így szól. Pénz. Győződj meg róla, hogy a magad ura vagy, soha se dolgozz másnak. Csak egyszer él az ember, úgyhogy kapard össze, amit csak lehet. Az élet azért van, hogy élvezzük. Nem az számít, hogy nyersz-e vagy veszítesz, hanem hogy hogyan játszol. Szerezd magadnak földet, és építs magas kerítést köréje. Csak egészség legyen, az a fontos. A tanulás a fontos. Mindent elvehetnek tőled, kivéve azt, ami a fejedben van. Végül a gyerek elkerül otthonról és a családi környezetből, de a szülői üzenetek továbbra is visszacsengenek az agyban elraktározott memóriából. Az élet, a siker a legfontosabb. Az első öröklött látásmód részei az én, a többi ember és az élet. A szülők átadják azt a látásmódot is, ahogyan a fizikai világot szemlélik. Boldogok azok a gyerekek, akik éltető, energikus látásmódot kapnak a világegyetemről, amelyben élünk. Kíváncsian néznek körül a világban, megtanulnak csodálkozni és gyönyörködni.
Szabad idejüket kirándulással, csillagászkodással, virágültetéssel, madárleséssel, kő- és kagylógyűjtéssel töltik. Megtanulnak gondoskodni kedvenc állataikról, ismerik a virágokat, a fákat és a felhőalakzatokat. Szomorúak azok a gyerekek, akiknek a szülei nem érnek rá ilyen ostobaságokra. Sajnos sok olyan szülő van, aki abból veszi észre, hogy nyár van, hogy valaki bekapcsolja a légkondicionálót. Ezeknek az embereknek az élet azzal telik, hogy a megélhetésért gürcölnek, megpróbálnak kijönni a fizetésükből, és sporteseményeket néznek a tévében. Magdi, hallottad, mit akar a gyerek? Távcső kell neki, hogy nézegesse a madarakat. Ezt nevezem, hát az én gyerekemből nem lesz madarász. Az ilyen szülők gyermeke megfosztott helyzetből szemléli a világot. Csupán egy sivár, szűkös világot képes meglátni. Csak a légkondicionáló zakatolását és a tévébe mondó hangját fogja hallani, aki egy távoli sportpálya eseményeit ecseteli valahonnan, ahová ő nem jut el. Az emberekben sokféle elképzelés él Istenről, az ő kilétéről, tetteiről és így tovább. Nem akarok se végső, se új kijelentéseket tenni erről. Istennel kapcsolatban csupán egyetlen igazsággal szeretnék itt foglalkozni, amely megkérdőjelezhetetlen része mind a zsidó, mind a keresztény tanításnak. Az Isten szeretete irántunk. Két módja van Isten bemutatásának. Az egyik nagyon egészséges, ez megerősíti a gyermeket, és arra hívja, hogy teljesebb életet éljen. A másik egészségtelen. Ez csupán megjeszti és csökkenti élete kilátásait. Ebben a második, meggyőződésem szerint torz változatban, Isten minket csupán feltételesen szeret. Ez szerint akkor és csak is akkor szeret bennünket, ha törvényeinek engedelmeskedve kedvessé tesszük magunkat előtte. Ha azonban kudarcot vallunk, gondolatban, szóban vagy cselekedetben, ő rögtön megvonja a szeretetét. Azonnal megérezzük, hogy életünkre ráborul az isteni nem tetszés árnyéka. Ha megfelelünk a tökéletes hűség feltételének, akkor szeret minket. Ha nem, bizonyosan kivet bennünket a szívéből. Meglehetősen nagy teher ez a fiatal szív és értelem számára. Ha a gyermekek később elutasítják egy ilyen Isten hitét, bizonyára egy lépéssel közelebb kerülnek az igazsághoz. Isten igazsága, ahogy azt látom és vallom, a zsidó-keresztény tanításban az, hogy Isten feltétel nélkül szeret bennünket. Prófétáján, Izaiáson keresztül mondja,
örök szeretettel szeretlek téged. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony, nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha az meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. Íme tenyerembe rajzoltalak téged. Természetesen visszautasíthatjuk Istent és az ő szeretetét. Ha valaha felkínáltad a szereteted valakinek, aki ezt nem fogadta el, akkor tudod, hogy ez mit jelent. A bűn valósága Isten szeretetének visszautasításából ered. Isten azonban továbbra is változatlanul felkínálja az ő változatlan szeretetét. Ő semmilyen módon nem lesz kevesebb a mi visszautasításunk hatására. Mindig tárt karokkal fogad bennünket. Ismert pszichológus által nemrég közzétett történet jelenítette meg számomra a feltétel nélküli szeretet eszményét. Egy bajba jutott házaspár családterapeutához fordult. A feleség azt panaszolta, hogy férje csak akkor szereti őt, ha tökéletesen rendben tartja a háztartást. A férfi elmondta, hogy ez igaz, de kitartott amellett, hogy jogában áll elvárni a tökéletes rendet, miután ő mindig fáradtan érkezik haza a nehéz napi munkából. Mire a felesége visszavágott. De nekem tudnom kell, hogy szeret, attól függetlenül, hogy a ház rendben van-e vagy sem, hogy legyen erőbb kitakarítani. A terapeuta igazat adott neki. A gyerekeket nem volna szabad arra tanítani, hogy a szeretetet, Isten vagy a szülők szeretetét, el kell nyerniük, meg kell szolgálniuk, vagy ki kell érdemelniük. Az igazi szeretet ajándék. Az igazi szeretet feltétel nélküli. Nincs apróbetűs megjegyzés a szerződésben. Nincs belépődíj. Egyszerűen csak szeretlek. Az általam ismert Isten azt mondja a szeretetét elnyerő iparkodó embernek. Fordítva szemléled a dolgokat. Te próbálsz megváltoztatni azért, hogy elnyerjed a szeretetemet. Ez azonban így nem működik, nem is működhet. Azért adom neked a szeretetemet, hogy megváltozhass. Ha ajándékként fogadod el a szeretetemet, az képessé tesz a növekedésre. Tudnod kell, hogy attól függetlenül szeretlek, hogy minden tőled telhetőt megteszel-e vagy sem. Így lesz erőd ahhoz, hogy minden tőled telhetőt megtegyél. Minden esetre Margaret Meadnek igaza van. A gyermeknek meg kell tanulnia első tanáraitól a közeledés és a visszahúzódás mértékét. Kit érinthet meg, kinek a karjaiban kereshet megnyugvást és gyöngétséget, és hol biztonságosabb távolságot tartania. A gyerekek megtanulják, kik ők és mit érnek, kik a többiek és mit érnek. A gyerekek vagy megtanulják megbecsülni az életet, mint szép lehetőséget, vagy lebecsülik, mert túl fáradtságosnak tartják. Vagy felfedezik a világ tágasságát, melegségét és szépségét, vagy lesütött szemmel járnak, és nem próbálják meg kifürkészni mélységeit. Ez mind attól függ, hogy milyen világképet örökölnek. Ez a látásmód mindenképp a legfontosabb örökség, amit a szülők és az első tanárok a gyermekre hagyhatnak. A gyermekek elkerülhetetlenül felül fogják vizsgálni a rájuk hagyományozott látásmódot. Saját megfigyeléseik és tapasztalataik bizonyos mértékben cáfolják, bővítik és módosítják azt a képet, amelyet előre megrajzoltak nekik. Korábban említettük, hogy a felülvizsgálás és a változtatás kulcsa a nyitottság és a rugalmasság. A merevséget csapdának neveztük, amelyet el kell kerülni. Minél nyitottabbá és rugalmasabbá válik valaki, nyilván annál inkább képes lesz arra, hogy öröklött látásmódján változtasson, kiküszöbölje a torzulásokat, amelyek akadályozzák a teljesebb életre való törekvéseiben. A bökkenő csak az, hogy a rugalmasságot vagy a merevséget hordozó üzenetek szintén részét képezik az ember öröklött látásmódjának. Hogy a szülők merevségre vagy rugalmasságra való hajlandóságot adnak át a gyermekeiknek, azon múlik, hogy ők maguk mennyire készek kockáztatni és magukat felülvizsgálni. Ha nyitottak arra az új evidenciára, amelyet az élet mindennapjai folyamatosan elénk tárnak, gyermekeik ezt megfelelő válaszként fogják értékelni.
Ha viszont a szülők nem hajlandóak együtt élni a kétellyel, és ezért merevek, akkor gyermekeik valószínűleg ezt az utat találják biztonságosabbnak. Legalábbis kezdetben szüleik rugalmatlan magatartását veszik át. Kislány sírva jön haza, mert játszótársával összeveszett, lehet, hogy az apja néhány durva, kategorikus kijelentéssel fogja elintézni. Megmondtam neked, hogy az a gyerek semmire kellő, az egész családja semmire kellő. Vagy, te senkivel sem tudsz kijönni, mostantól csak maradj itthon. Vagy, tartsd magad távol azoktól a katolikusoktól, vagy protestánsoktól, vagy zsidóktól, vagy feketéktől, vagy fehérektől. Aki ilyeneket mond, annak minden kérdésre kész válasza van. Ő a merevség megtestesítője. A merevség pedig nem más, mint a növekedés elutasításának receptje. Ráadásul fertőző is. A merev szülők igyekeznek merev utódokat támasztani. Ahogy növekszünk, szerencsére új hatások és más üzenetek is eljutnak hozzánk különböző jelentős személyiségektől. Új bizonyosságok szakadatlan forgatagában élünk. Ezeken a forrásokon keresztül módosíthatjuk merevségre és rugalmatlanságra való örökletes hajlamainkat és öröklött látásmódunk más torzulásait. De ez nem könnyű. Már az is nehéz, hogy tudatára ébredjünk saját látásmódunknak. Ugyanis nagyon könnyen becsapnak bennünket saját énvédő mechanizmusaink. Mindannyiunknak meg kell küzdenünk a képzelt énünk által gerjesztett hamis látszattal, azzal a személlyel, akinek mások szemében és értékítéletében látszani szeretnénk. Legtöbbünknek nehéz látszaténünket megkülönböztetni valós, de elnyomott énünktől. A változás valódi nehézsége talán még mélyebben rejlik. Az a látásmód, amellyel élek, biztonságot ad nekem. Ez adja az élet értelmét. Kiszámíthatóságot ad az életnek, és alapot nyújt ahhoz, hogy a valóságon változtatni lehessen. Látásmódommal többé-kevésbé tudok bánni. Hova lennék nélküle? Mi történne velem, ha feladnám a régit, és új látásmódot keresnék? Mielőtt képes lennék felülvizsgálni és módosítani a szemléletemet, előbb tudatossá kell tennem. Csak ezután foghatok hozzá annak, hogy megtaláljam és megváltoztassam a hibás észleléseket, amelyek torzítják látásmódomat. Ha az ember át akarja tekinteni saját látásmódját és annak torzulásait, akkor mindenekelőtt szembe kell néznie a tényekkel, bármilyenek legyenek is azok. Ez bátorság és alázat kérdése. Ez a készség viszont
megadja az erőt ahhoz is, hogy az ember kimondja, tévedtem. Legtöbbünknek ez nem könnyű. Annyira rászorulunk a megerősítésre és a tiszteletre, hogy félünk mindattól, ami kisebbítheti a rólunk kialakított képet és önértékelésünket. Így attól is félünk, hogy bevalljuk tévedésünket. Nagyobb távlatokban pedig azt is be kell vallanunk, hogy kisebb vagy nagyobb mértékben, de eltérés van a között, akik valójában vagyunk, és akiknek mutatjuk magunkat. Azaz valós és illuzórikus énünk között. Illuzórikus énünk gyakran megtéveszt más embereket. Intelligensnek, rátermetnek, mélynek és más egyébnek látszunk, attól függően, hogy mit szeretnénk magunkról elhitetni. Néha még magunkat is megtévesztjük. Tudatalattinkba űzzük azokat a tényeket, amelyekkel nem vagyunk képesek szembenézni, és azokat a félelmeket, vágyakat és haragos indulatokat, amelyeket nem tudunk bevallani. Makacsul elzárkózunk az igazságtól, amely folyamatosan ott zörget ajtónkon, bebocsátást és elismerést kérve. Félünk élni, és félünk meghalni. Bizony így van. Legelőször bátorságra és alázatra van szükségünk. Ennek a készségnek az az igazi próbája, hogy azzal fenyeget, fölfedi a biztonsági cselekvés és az ebből fakadó szelektív figyelmetlenség folyamatait. Szükségből vagy szándékosan legtöbbünk belesodródik az önámítás valamilyen formájába. Énünket néhány különös trükk segítségével a felszínen tartjuk, a valóság többi részét pedig kiszorítjuk látásmódunkból. Nemrégiben meghalt egy nagy tőkés, aki a világ leggazdagabb emberének hírében állt. J. Paul Gettynek hívták, és vagyona szinte megszámlálhatatlan volt. Amikor egy kiadó arra kérte, hogy írjon egy önéletrajzot, Getty váratlanul elfogadta a felkérést, és hamarosan egyetlen sort küldött a kiadónak. J. Paul Getty milliárdos lett. Kitartott amellett, hogy ez az egy sor tartalmazza az ő teljes életrajzát. Egy sor mindent elmondott. Ránk maradt mondásainak egyike így szól. Ha meg tudod számolni a pénzedet, nem vagy milliárdos. Amikor emlékeztettek rá, ezt nem tudja magával vinni, Getty ezt felelte. Ez igaz, túl nagy teher is lenne, nem igaz? Nincs szándékomban, hogy megítéljem J. Paul Gettyt, Howard Hodges-t vagy bármely nemrég elhunyt milliárdost. Az ember túl bonyolult ahhoz, hogy egyetlen másodpercnyi pszichoanalízissel elemezni lehetne. Csupán azt szeretném sugallni, hogy amennyiben Getty szavai szó szerint kell venni, s ha egész élete ebben az egy mondatban összefoglalható, akkor nem élt teljes életet, és sohasem tapasztalta meg, hogy milyen teljes embernek lenni. Lehet, hogy anyagi szempontból milliárdos volt, de ha ez a sor valóban összefoglalja az életét, akkor a személye csődöt mondott. Az ember és az élete több dimenzióból áll. Aki az élet egy sarkába húzódva él, még ha egy hatalmas pénzrakás társaságában is, annak súlyosan töredékes az élete. Sajnálom Paul Gettyt. És sajnálom magukat is, ha a biztonsági hadműveletek és a szelektív figyelmetlenség mellett teszik le a voksukat.
Mi történik akkor, ha megvan bennünk a szükséges készség? Azt gondolom, hogy a következő lépést a pszichiáter Viktor Frankl javaslata mutatja meg. Hagyd, hogy az élet tegyen fel neked kérdéseket. Dr. Frankl azért javasolja ezt a nyitottságot, mert a kérdések, amelyeket az élet tesz fel nekünk, olyan eszközök, amelyek segítenek felfedezni, hogy kik vagyunk és mit szeretünk. Frankl rámutat, hogy legtöbbünk örökösen foggatja az életet. Mit hoz nekem ez a nap? Ki fog szeretni engem? Kedvem szerint alakul nekem a dolgok? Meg fog velem történni idén? Hogy fog ez vagy az sikerülni? Mit nyújt nekem az élet mostanában? Természetesen senki sem tudja megakadályozni, hogy ilyen kérdések elhangozzanak. Viszont bölcsebb a folyamatot megfordítani és hagyni, hogy az élet tegyen fel nekünk kérdéseket. Számomra egyértelmű, hogy valóban minden nap, a nap minden eseményével és személyével együtt felteszi a maga kérdését, ha készek vagyunk meghallgatni azt. A rászoruló, visszataszító ember azt kérdezi tőlem, mennyire vagyok képes szeretni őt. Egy szeretett személy elvesztése azt a kérdést veti fel, hogy valójában mit gondolok a halálról, és hogyan tudok gyümölcsözően szembenézni a veszteséggel, a magánnyal. Egy szép nap vagy egy szép emberrel való találkozás azt a kérdést teszi fel, hogy mennyire vagyok képes örülni neki. A magány azt kérdezi, hogy valóban szeretem-e magamat, és örömmel viselem-e el a saját társaságomat. Egy jó vicc azt kérdezi tőlem, hogy van-e humorérzékem. Egy tőlem nagyobb eltérő egyéniség, aki egészen más háttérrel rendelkezik, mint én, azt kérdezi, hogy képes vagyok-e empátiára és megértésre. A siker és a bukás azt kéri tőlem, hogy határozzam meg a sikerről és a bukásról alkotott véleményemet. A rólam elhangzó negatív kritika az érzékenységemről és önbizalmamról faggat. Egy másik ember irántam mutatott vonzalma és ragaszkodása azt kérdezi tőlem, hogy hagyom-e magamat szeretni. Az élet által feltett kérdések folyamatát azzal lehet hatékonyabbá tenni, hogy önvizsgálatot tartunk érzelmeink területén. Érzelmi életünk sémái egyszerű és kézzelfogható reflexióik életfelfogásunk sémáira. Ezért első fontos erőfeszítésemnek az érzelmek teljes, pontos és következetes tudatosítására kell irányulnia. Föl kell ismernem és birtokba kell vennem érzelmeimet, mielőtt azok elvezetnének az életfelfogásomhoz, amelyből erednek. Minden érzelem mögött meghatározott világkép rejlik. Ha érzelmeim világos tudatában akarok élni, és kész vagyok leásni azok gyökereihez, akkor könnyen hozzáférek életfelfogásomhoz, ahhoz a látásmódhoz, amely az életemet alakítja. Megpróbálok erre törekedni a saját életemben, és úgy tartom számon, mint látásmód terápiát. Az érzelmeim tudatosításán és elemzésén keresztül nagyon meglepő dolgokat tudok meg magamról, és alapvető látásmódomról. Egyetlen példa. Tavaly nyáron önfeledten vezettem egy chicagói autósztrádán, amikor az autóm egyszer csak lerobbant. Pont a belső sávban haladtam, amikor a motor leállt. Volt annyi lélek jelenlétem, hogy a szélső sávon keresztül óvatosan a leálló sávba kormányoztam a kocsit. Eszemben sem jutott, hogy magam próbáljam megoldani a műszaki problémát. Az egyetlen, amit egy autóról meg tudok állapítani, az a színe. Fölnyitottam a motorháztetőt, de a vad chicagói szél majdnem letépte. Legcsuktam a motorháztetőt, és megpróbáltam felnyitni a csomagtartót, ugyanolyan eredménytelenül. Tudtam, hogy ha jelezni kívánok másoknak, az antennámra kell kötnöm egy fehér zsebkendőt,
de ennek az autónak a szélvédőjébe volt beépítve az antenna. Végül is lecsuktam és lezártam mindent, és tanulmányozni kezdtem a terepet. Az út leállóság felüli részén, ahol álltam, nagy szakadék tátongott, és emberi civilizációnak nyoma sem volt. A másik irányban, hadsáv szélességben, sebes száguldó autókat láttam. Nem volt kedvem arra, hogy megpróbáljak átmászni a szakadékon, attól pedig kifejezetten visszaborzadtam, hogy átvágjak az autósztrádán. Nem tudtam, mit tegyek. Végül eszembe jutott, mi lenne, ha stoppolnék. Megpróbáltam eleinte aggodalmas, majd szenvedélyes arccal integetni, de senki sem állt meg. Rám sem hederített senki. Úgy éreztem, mindenki visszautasít. Nem törődnek velem? 15 perc múltán megállt egy fiatal egyetemista, és megkérdezte. Segíthetek? Soha szavak még ilyen jól nem estek. Fölvett a kocsijába, s miután elhajtottunk a helyszínről, útközben elmondta, mennyire érdekli őt a személyes fejlődése, én pedig elmagyaráztam neki a látásmód terápia mechanizmusát. Azt kérdezte, most is ezt gyakorolja? Úgyhogy közösen végeztünk. Eldöntöttünk, hogy érzelmi állapotomat abban a helyzetben a pánik jellemezte. Ez gyűlölöm bevallani. Látszott én nem kompetens, nyugodt, higgadt, és mindig ura a helyzetnek. Miközben nyomon követtük érzelmi pánikomat és az életfelfogásomban rejlő gyökeréig meglepő felfedezést tettem. Be kellett vallanom, hogy pánikom mögött nem állt valós életveszély. Még csak nem is az elszáguldó autósok látszólagos közönye okozta. Sokkal inkább az a tény, hogy nem voltam ura a helyzetnek, hogy nem tudtam, mit tegyek. Mindig azt az illúziót dédelgettem magamról, hogy az ember akkor bizonyul igazán tiszteletre méltónak, ha egy nehéz, zavaros helyzetben arra kényszerül, hogy tapogatózva keresse a megoldást és feltalálja magát. Saját identitásom és önértékelésem egy része valamiképpen nyilván összekapcsolódott azzal, hogy minden helyzetet uralni kell. Mihelyt ezt felfedeztem, később az új felismerést múltbéli helyzetekre is tudtam alkalmazni. Miután újraértelmeztem a múlt eseményeit, úgy találtam, hogy ezt az új belátást régi bizonyítékok is igazolják. Mindig ott volt, csupán arra várt, hogy készen álljak, és hajlandó legyek felismerni. Az a szemlélet, hogy minden helyzetet uralni kell, és rögtön föl kell találni magunkat, része volt biztonsági cselekvéseimnek. Ennek a torzulásnak a felszámolása egyértelműen hozzájárult személyes növekedésemhez és ahhoz, hogy teljesebb módon részt vegyek az élet kalandjaiban.
A sikeres látásmód terápiának két következménye van. Az egyik, hogy hajlandóak vagyunk saját értelmezésünket felülvizsgálni. A másik, hogy nyitottak vagyunk arra, hogy az élet kérdéseket tegyen fel nekünk. A harmadik az lenne, hogy időt kell találnunk az elcsöndesedésre és az egyedül létre. Mindannyian áldozatai vagyunk a zajnak és a szétszórtságnak, amit egy ismert pszichológus inger áradatnak nevezett. Ahhoz, hogy valaki felismerhesse saját életfelfogását, gyakorolnia kell az aktív és érzékeny odafigyelést önmagára. Ehhez a mélyreható, befelé törekvéshez nélkülözhetetlen a csend és az egyedüllét. Nem érdemes olyan életet élni, melyről nem elmélkedünk, hogy ismét Szokratészt idézzük. A figyelem, amit itt javaslok, nem más, mint hogy nyugodtan felülvizsgáljuk jelenlegi életünket. Áttekintjük a közelmúlt eseményeit, és az ezekre az eseményekre adott válaszainkat. Az érzelmi reakciók elemzése nyomán felszínre fog kerülni az életfelfogásunk is. Ezt is át kell tekintenünk, és felül kell vizsgálnunk, és szükség szerint felül is kell bírálnunk. Egyedül ez a fajta látásmód változtatás teszi lehetővé azt, hogy valaki egyre teljesebb módon vegyen részt az életben. Most bennünket elsősorban az érdekel, hogy felismerjük és tudatosabbá tegyük ezt a látásmódot. Ehhez az erőfeszítéshez mindenekelőtt elcsöndesülésre, egyedüllétre és reflexióra van szükségünk. Néhány évvel ezelőtt egy jó barátom megkérdezte, te élvezed az életet? Maga az élet már föltette nekem ezt a kérdést, de nem figyeltem rá. A következőket válaszoltam a barátomnak. Hiszek abban, amit teszek. Értelmes dolognak tartom. Úgy vélem, segítek másokon, de ami engem illet, nos, azt hiszem, nem igazán élvezem az életet. A válaszomban rejlő belátás meglepett. Csupán elkötelezettségben, értelmes feladatokban és szolgálatban gondolkodtam. Furcsa mód nem gondoltam arra, hogy én magam élvezem-e az életet. Magammal vittem azonban barátom kérdését és saját válaszomat abban a laboratóriumba, ahol csendben és egymagamban gondolkodni szoktam. Világossá vált számomra, hogy hiába teszi valaki jól a dolgát, tiszta szándékoktól indítatva, ha közben nem örül is annak, amit tesz, akkor ott valami baj van. Senkinek az életéből és munkájából nem kellene hiányoznia az örömnek. Meg akartam érteni, miért éreztem úgy, hogy több részem van küszködésben, mint örömben. Ezért megpróbáltam közel férkőzni életem érzelmi sémáihoz. Azonnal világossá vált, hogy a frusztráció és a harag túlsúlyban vannak ezekben a sémákban. Anélkül, hogy elmondanám életem drámai történetét, és azt, hogy megdöbbentő belátások segítségével milyen csodálatos módon menekültem meg, azt kell mondanom, hogy két hibás felfogást vagy torzulást találtam egész látásmódomban. Azt gondolom, ezek voltak felelősek azért a frusztrációért és haragért, amit akkoriban megéltem. E torzulások fokozatos kiküszöbölésével párhuzamosan csökkentek negatív érzelmeim, és növekedett bennem az öröm. A következő torzulásokra bukkantam. 1. Felelősnek éreztem magam azért, hogy mindazoknak a problémáját megoldjam, akik hozzám fordultak segítségért. Értékemet és identitásomat, amelyek lényegében képességeimhez kötődnek, abban láttam, hogy szavaimmal gyorsan segíteni tudok zavaros problémákban, és azonnal meg tudom nyugtatni a szenvedőket. 2. Nagyon erős, szinte kényszerítő erejű belső késztetést fedeztem fel magamban arra, hogy kielégítsem mások igényeit. Az a téveszme, hogy elsősorban másokért vagyok, nem pedig önmagamért, az orromnál fogva vezetett engem. Ennek az illúziónak a felfedezése egész sor belátáshoz vezetett, amely azt mutatta, hogy önmagunkat is kell szeretni, egyensúlyban a másokra irányuló szeretetünkkel. Amint elkezdtem a meglátások szerint cselekedni, amelyekre barátom kérdése elvezetett, és amelyekre rábukkantam magányos reflexióimban, egyre több olyan öröm ért, amely addig elkerült.
A meglátások persze csak úgy válhattak tartossá, hogy azoknak megfelelően cselekszünk. Tennünk is kell az igazságot, nem elég hinnünk benne. Tovább kell járnunk a megtalált világosság útját, különben a fény kialszik. A régi torzulások és érzelmi tünetek csak lassan halnak el, mert a szokások rabjai vagyunk. Az új szokásokat az alapoktól kell felépíteni. Minél tisztában látja valaki korábbi észleléseinek hibáit és torzulásait, annál inkább megszabadul zsarnokaitól, és elkezdhet örülni a teljes életnek. Minden életnek szüksége van csendes időszakokra, hogy tudjon reflektálni, újraértékelni és újraértelmezni. Az is nagyon hasznos, sőt, szükséges, hogy miközben megtapasztalunk egy érzést, különösen ha negatív érzésről van szó, bele is lássunk. Az emlékek ugyanis könnyen eltorzulnak. Az érzelmi reakciókat pontosabban nyomon lehet követni az észlelések gyökeréig és esetleges torzulásukig, ha már kialakulásukkor megfigyeltük őket. Ezek a látásmódterápia alapkövetelményei. Ha ez életstílussá válik, és ha valaki készen áll arra, hogy az észlelés torzulásaiból fakadó negatív érzelmek jeleit felfogja, akkor már nem áll távol a teljesebb és emberibb élettől. Több neurózisból adódó szenvedés hibás szemléletmód eredménye. A neurotikus ember, így vagy úgy, hamis képet alakított ki az életben elfoglalt helyéről. Mivel szerencsétlennek érzi magát az egymással ellentétes elvárások között, megengedi, hogy életét a körülmények alakítsák, és ez egészen odáig megy, hogy végül csupán a sors áldozatának érzi magát. Betöltheti-e célját bármilyen terápia addig, amíg a hamis életfelfogások érintetlenek maradnak. Frankl felismerte, hogy az egyén saját élettapasztalata mennyire korlátozza a világképét, ezért a terápiában nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a destruktív világképet megkérdőjelezze. A logoterápia feladata az, hogy felfedje a világnézet nem megfelelő logikai alapjainak hibáit, és hogy elősegítse a világkép helyesbítését. A látásmód terápiának az a célja, hogy segítsen megtalálni azokat a téves képzeteket és látásmód torzulásokat, amelyek boldogtalanságunk és neurotikus szenvedéseink gyökerében rejlenek. Ahhoz, hogy sikeresen elvégezzük a látásmód terápiát, először fel kell tennünk a kérdést, mit érzek? Csak ezután léphetünk tovább az érzéseinket kiváltó okok felé, és tehetjük fel a kérdést, hogy milyen észlelések és elképzelések váltották ki ezeket az érzéseket. Hogy látom ezt a helyzetet?
mi rejlik az én általános szemléletmódomban, hogy ez a helyzet ilyen érzelmeket válthat ki belőlem. Ahhoz, hogy közelébe férkőzzünk érzelmeink, torzulásaink, amelyek hasonlítanak a már betokosodott szálkához, általában tisztáznunk kell az érzelmeinket. Miután szavakkal vagy szavak nélkül felszínre hozzuk a fájdalmas érzelmeket, általában tisztában tudunk gondolkodni. Az érzelmi túlterheltség könnyen eltorzítja az értelmet. Az érzelmek tisztázása olyan, mint a levegő megtisztítása, vagy egy fülsüketítő zaj megszüntetése. Az érzelmi túltelítettség majdnem minden esetben a felismerhetetlenségig elhomályosítja az ember látásmódját. Ez a probléma tovább bonyolódik azáltal, amit leginkább az érzelmek élethosszig tartó felhalmozásának neveznénk. A fel nem szabadított érzések felgyülemlenek és felhalmozódnak. Például tételezzük fel, hogy nálam magasabb rangú emberek, szülők, tanárok és ehhez hasonlók ismételten hülyének neveznek. Ilyenkor sohasem tudtam szabadon engedni a sértettségemet és a haragomat, mert akik becsméreltek, azok a szüleim vagy más, fölöttem álló emberek voltak, akiknek hatalmuk volt fölöttem és megbüntethettek. Ha az ilyen érzelmek éveken át felgyülemlenek, hajlamossá válhatok arra, hogy túlzott mértékben válaszoljak erre. Valószínűleg mély sértettséggel vagy erős dűkitöréssel fogok reagálni minden olyan megjegyzésre, hogy képességeim alacsonyabb rendűek. Más szóval, ha valaki még egyszer hülyének nevez, reakcióm nem kizárólag annak az embernek fog szólni. Nagyon is valóságúan reakcióm azon százakra fog irányulni, akik az évek során, mint egy kivégző osztag, legyilkolták intellektuális önbizalmamat. Valójában szüleimre, tanáraimra és arra a nagy gyerekre fogok reagálni, aki a lakótelepen nekem támadt. Az alakterápia kétségtelenül sok embernek segített. Ennek egyik oka az volt, hogy elfogadható eszközöket kínált a sok éve felhalmozódott érzelmek fellazításához, felszabadításához és végül eloszlatásához. Egy jó sikoly, egy jó zokogás, egy jó rúgás a szimbolikus párnába, gondosan elrendezett körülmények között, hogy senki se sérülhessen meg, és senkit sem manipuláljunk, valószínűleg jó ötlet. A látásmód terápiához és a személyes növekedéshez felbecsülhetetlen nagy segítség, ha van az embernek egy barátja, aki megteremti a szükséges légkört az érzelmek szabad kifejezéséhez. Csak akkor tudjuk megtalálni érzéseinket és az azokat okozó, mögöttük rejlő látásmódot, ha gyakoroljuk azt a jogunkat, hogy birtokba vegyük és kifejezésre juttassuk igazi érzéseinket. Az érzelmek mindig az észlelésből nőnek ki. Köztudott, hogy Sigmund Freud szerint a legmélyebb és legkárosabb torzulások a szexuális tapasztalatok és az agresszió, mások, tárgyak és akár az én ellen irányuló destruktív, erőszakos viselkedés területén találhatóak. Freud egykori tanítványa Alfred Adler felvetése szerint az emberi neurózist az a tévhit vezérli, hogy az egyénnek saját személyes felsőbbrendűségét kell igazolnia, anélkül, hogy a közjót figyelembe venni. Az emberi növekedés és a teljes élet kognitív megközelítését a tévképzett hipotézis és a racionális érzelemterápia kidolgozását ma Albert Ellis nevéhez kötik. Ellis elmélete szerint az ember páratlan racionális és irracionális lény. Minden érzelmi és pszichológiai probléma irracionális és logikátlan gondolkodásra vezethető vissza. Ez az irracionális gondolkodás és nyomán a gondolatok eltorzulása többnyire az élet korai szakaszának tanulási tapasztalataira vezethető vissza, bár ezeket a tapasztalatokat nem lehet kizárólag a gyermekkorhoz kötni. Az ókori római filozófust Epiktétoszt idézve, Ellis fenntartja, hogy az emberek érzelmi és pszichés zavarait nem az események vagy a dolgok idézik elő, hanem az azokról alkotott látásmódjuk. Például önmagában az a tény, hogy valaki kicsi vagy beteg vagy kopasz, nem eredményez szükségképp érzelmi vagy pszichés zavart. Ha azonban eltorzítom a jelentőségét ezeknek a tényeknek, vagy túl fontosnak tartom őket, akkor fájdalmas gondjaim lesznek.
Alice szerint ezért a boldogságot és a teljes életet egyedül a gondolkodás újrarendezésével lehet elérni. Alice-nek nem az volt az elsődleges célja, hogy kidolgozza a személyiség fejlődésének az elméletét. Mégis azt állítja, hogy a korai gyermekkor tanulási tapasztalatai mélységesen hatnak az ember racionális, irracionális gondolkodására és viselkedésére. A későbbi élet boldogtalansága a gyermekkorban elsajátított torz gondolatok fennmaradásának köszönhető. Mivel érzéseinket, gondolataink vagy elképzeléseink váltják ki, az érzelmi egyensúly csak az ember gondolkodásának kiigazításával lehetséges. A helyzet hibás értelmezéssel vezet érzelmi és pszichológiai zavarhoz. Csak úgy juthat el valaki az érzelmi harmóniához és a helyes viselkedéshez, ha ellenáll az irracionális és a valóságtól elrugaszkodott gondolatoknak. Alice 11 olyan irracionális eszmét sorol fel, amelyek általában megtalálhatóak az érzelmileg és pszichésen zavart embereknél. Az első 7 a szorongás kifejezésében játszik fontos szerepet. Az utolsó 4 inkább ellenségeskedést vált ki. Alice meghatározásait és szavainak sorrendjét egyfajta szabadsággal kezeltem, bár a szavak szó szerint, a gondolatok pedig lényegüket tekintve Alice-től származnak. A leggyakoribb tévképzetek mindegyike után röviden utalok azokra a torzulásokra, amelyek ezekben a gondolatokban találhatóak, és jelzem azt is, hogy látszik mindez egy racionálisabb nézőpontból. Szükséges, hogy közösségemből mindenki szeressen és elismerjen, különösen azok, akik számomra a legfontosabbak. Minden olyan elérhetetlen cél, amely az egyén számára csupán a bukás lehetőségét tartogatja, irracionális cél. Senkit sem fog mindenki szeretni és elismerni. Minél nagyobb erőfeszítést tesz valaki a cél eléréséért, annál szorongóbb, frusztráltabb és önpusztítóbb lesz. Az észszerű megközelítés ebben a kérdésben természetesen magában foglalja azt a nagyon emberi vágyat, hogy mások szeressenek és értékeljenek bennünket. Nincs azonban szükségem mindenki szeretetére és elismerésére ahhoz, hogy boldog és teljes életet éljek. Nem áldozhatom fel saját gondolataimat, érdekeimet és vágyaimat azért, hogy ezen az áron szeretetet és elismerést vásároljak. Ha valaki kedvezőtlen véleménnyel van rólam, akkor megvizsgálom, hogy a véleményben megfogalmazott kritika mennyire érvényes. Ebből kiderül, hogy én hibáztam-e, vagy a kritikusom. Ha én, akkor megpróbálok változtatni. Ha a kritikusom, akkor rajta múlik, hogy változtat-e a véleményén. A második tévképzet.
teljesen alkalmasnak, hozzáértőnek és sikeresnek kell lennem céljaim elérésében, mielőtt önmagamat értékesnek tekinteném. Egy újabb elérhetetlen cél fogalmazódik meg tehát ebben a hibás felfogásban, amely csupán állandó agyonhajszoltsághoz, lázas igyekezethez, a bukástól való folytonos félelemhez és kisebb rendőrségi komplexushoz vezethet. Az ilyen kényszeres igény és erőfeszítés általában pszichoszomatikus betegségekben torkollik, vagy ahhoz az érzéshez vezet, hogy elveszítettem életem felett a racionális uralmat. Nem tudom, melyik lábamra álljak. A racionális beállítottságú emberek a saját megelégedésükre és örömükre végzik jól dolgukat, nem pedig azért, hogy másoknál jobbak legyenek. A racionális emberek örömmel akarják teljesíteni feladataikat. Inkább az érdeklődés, mintsem a siker utáni megrögzött vágy vezeti őket. A harmadik tévhit. Nem vagyok ura a saját boldogságomnak. Boldogságomat teljes mértékben a külső körülmények irányítják. Ez a torz felfogás persze hazugság, amit azért táplálok magamban, hogy elkerüljek minden kihívást és felelősséget. Gyakran könnyebb mártírnak lenni, hanyat vágódni és halottat játszani, mint helyzetemet felülvizsgálni és megtenni mindazt, amire képes vagyok. A racionális ember tudja, hogy a boldogságot nem a külső erők és körülmények határozzák meg. Inkább a felfogásunkon múlik, ezt pedig nem korlátozzák a külső erők, amelyek legfeljebb fizikailag okozhatnak fájdalmat. A boldogság vagy a boldogtalanság végső soron azon múlik, hogy az eseményeket hogyan fogjuk fel, hogyan értékeljük, és miként fogalmazzuk meg magunkban. A boldogság valójában belülről jön, ahogy ezt a bölcsek évszázadok óta hirdetik. A negyedik tévhit. Múltbéli tapasztalataim és életem eseményei meghatározzák jelenlegi életemet és viselkedésemet. A múlt hatását nem lehet nyomtalanul megsemmisíteni. Igaz, hogy szokásaink rabjai vagyunk, és nehéz újra tanulni valamit. A téveszmeit az, hogy ez lehetetlen. Ez egyfajta passzív belenyugvás vagy determinizmus, amit kibúvóként használ az ember, hogy a változtatás kihívásaival ne kelljen szembenéznie. A racionális emberek azonban tudják, hogy lehetséges a változás, ha a hatásokat újraértékelik, az eseményeket újraértelmezik, és az eredeti látásmód felfogását felülvizsgálják. A racionális emberek mindig felülkerekednek saját problémáikon. Az ötödik tévhit. Van helyes és tökéletes megoldás minden egyes problémámra. Ha ezeket nem találom meg, az végzetes lesz számomra. Nyilvánvalóan nem igaz, hogy van helyes és tökéletes megoldás az élet minden egyes problémájára. Sőt, nem is katasztrófa, ha egy problémát nem tudunk tökéletesen megoldani. Tanulhatunk hibáinkból és növekedhetünk. Az a feeling szemlélet, amit ez a tévhit takar, valószínűleg olyan szorongást szül, ami jelentősen csökkenti a probléma megoldó készség hatékonyságát. A racionális ember tudja, hogy minden probléma megoldásakor van választási lehetőség és alternatíva. Az is igaz, hogy nem minden problémát lehet megoldani. Együtt kell élnünk velük, és meg kell tanulnunk az elfogadás művészetét. Ha a racionális emberek döntéshelyzetbe kerülnek egy probléma kapcsán, minden lehetséges választást megfontolnak, és mindent összevetve a legészszerűbb megoldást fogják választani. A hatodik tévhit. A veszélyes és ijesztő dolgok nagy gondot okoznak. Fel kell készülnöm a legrosszabbra, s ez csak úgy lehetséges, ha sok időt töltök azzal, hogy az esetleges csapásokon gyötrődöm. Ebben az irracionális elképzelésben az a félrevezető, hogy az aggódást és a szorongó megérzést úgy állítja be, hogy az segíthet. Valójában azonban éppen gátolják a lehetséges veszély objektív megítélését, és ha a szerencsétlen esemény bekövetkezik, csökkentik annak valószínűségét, hogy az egyén eredményesen reagáljon. Az ilyen szorongás és baljós előrelátás akár bele is sodorhat abba a helyzetbe, amitől tartunk. Gyakran éppen a félelem idézi elő azt, aminek bekövetkeztétől rettegünk. Az ilyen félelem aránytalanul felnagyítja a kellemetlen eseményeket. Minden nap úgy jön el, mint az ítélet napja. A racionális emberek tudják, hogy az aggódás nem segít,
ezért nagy energiákat fektetnek abba, hogy értékeljék a helyzetet és megfelelő döntést hozzanak az esetleges tragédia elkerülése érdekében. A racionális emberek nem tételezik fel, hogy tragédia fog történni. A bénító félelmet óvatosan és fokozatosan oszlatják el. A hetedik tévhit. Másoktól kell függenem, és szükségem van valakire, aki erősebb nálam, és akire támaszkodhatom. Ez a hamis elképzelés a függést nagymértékben eltúlozza. Olyan élethez vezet, amely gondoskodást igényel, ahelyett, hogy független, önálló és önkifejező lenne. Az ilyen függőség könnyen tova terjed. Egyre inkább függök másoktól, és minél inkább függök attól az embertől, akire támaszkodom, annál inkább rá vagyok utalva az ő könyörületére. A racionális egyének önmaguk akarnak lenni, saját döntéseket akarnak hozni, saját maguk vállalják a felelősséget. Természetesen a racionális emberek is hajlandóak segítséget kérni és elfogadni, de sohasem akaszkodnak rá életükkel másokra. Hajlandóak kockázatot vállalni fejlődési folyamatok részeként. Nem dől össze a világ, ha tévednek vagy hibáznak. A nyolcadik tévhit. Szörnyű lesz, ha életem nem úgy alakul, ahogy terveztem. Ha rosszul mennek a dolgaim, az számomra egyenlő a katasztrófával. Ez egyértelműen irracionális tévhit, hiszen az események csak nagyritkán alakulnak terv szerint. Ez a felfogás a frusztrációt teszi általános állapottá, pedig ha valaki felháborodik, az nem segít, inkább ront a helyzeten. Az ilyen szemléletű ember csak akkor érzi magát megelégedettnek és boldognak, ha tervei tökéletesen megvalósultak. Ez pedig biztos receptje a frusztrációnak és a gyomorfekélynek. A racionális emberek mindent megtesznek terveik sikeres megvalósítása érdekében, de készek a rögtönzésre, ha az események nem számításaik szerint alakulnak. Kifejlesztik magukban a frusztráció elviselésének képességét, és megtanulják élvezni annak lehetőségét, hogy fejlődjenek, tanuljanak és váratlan helyzetekhez alkalmazkodjanak. A helyzet magaslatára állnak ahelyett, hogy a helyzet maga alá temetné őket. A kilencedik tévhit. Könnyebb bizonyos nehézségeket és felelősségeket elkerülni, mint szembenézni velük. Ez a gondolat azért irracionális, mert figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy egy feladatot vagy felelősséget elkerülni gyakran sokkal fájdalmasabb és fáradtságosabb, mint késedelem nélkül megtenni azt, ami szükséges. A nehézségek és a felelősség elkerülése mindig további problémákhoz vezet, és esetleges önbizalom és önérzetvesztést idéz elő.
A racionális emberek inkább abba fektetik energiáikat, amit meg tudnak tenni, mintsem, hogy a menekülésen törjék a fejüket. Ha elbuknak, megpróbálják megérteni bukásuk okát, és igyekeznek, hogy ugyanazokba a csapdákba másodszor már ne essenek bele. Az ilyen emberek tudják, hogy nagyobb öröm és megelégedettség a nehézségeket és a felelősséget vállalni, mintsem megfutamodni előlük. A 10. tévhit. Vannak emberek, akik rosszak, megátalkodottak és gonoszak. El kellene ítélni és meg kellene büntetni őket. Ez a torz elgondolás azt feltételezi, hogy képesek vagyunk mások felelősségét, lelkiismeretét és tudását megítélni. Ami gonosznak látszik, az lehet őrültség vagy tudatlanság következménye is. A racionális emberek tudják, hogy az embereket nem lehet megítélni, csupán eseményeket. Nincsenek röntgen szemeik, hogy lássák a másik ember szándékát, lelkiismeretét vagy tudását. Csupán azt igyekeznek értékelni, ami történt, nem pedig a tettet elkövető személyt akarják megítélni. 11. tévhit. Más emberek problémáin és nehézségein nagyon fel kell bosszantanunk magunkat. Ennek a gondolatnak az irracionalitása abban rejlik, hogy destruktív és túlkíváncsi módon mások problémáját magáivá akarja tenni. Ez nem azt jelenti, hogy a szenvedők iránti egészséges empátiára nincsen szükség. Azonban egyedül úgy lehetek mások segítségére, ha megőrzöm kiegyensúlyozottságomat és értelmem nyugalmát. A racionális emberek megítélik embertársaik helyzetét, és igyekeznek megtenni mindent azért, hogy segítsenek a rászorulóknak. Ha semmit sem lehet tenni, nem adják fel személyes békéjüket egy lehetetlen helyzetért. Elise 1973-ban ezt a 11 tévképzetet 3 kategóriába sorolta. Ezek nagyjából megegyeznek az előzőkben megadott 5 kategóriával. Az én, a másik ember, az élet, a világ, az Isten. Elise ezt a 3 kategóriát a tévképzetek 3 panaszának nevezi, amelyek mindegyike becsmérel valamit. Ezek az irracionális szemléletek sodorják bajba az embereket. A Földön élő teremtmények közül egyedül az ember tud változtatni az életén. Csak az ember a mérnöke a saját sorsának. Korunk legnagyobb felfedezése, hogy az emberek értelmük benső szemléletének megváltoztatásával az életet kívülről is képesek megváltoztatni. A tévképzett hipotézis és a racionális érzelemterápia rendszerének legfontosabb szempontja az az alapvető feltételezés, hogy változni tudunk. Életünk nagy mértékben kezünkben tartjuk. Minden idegszálam lázad az ellen a fatalista, determinista pszichológia ellen, amely passzív báboknak tart bennünket, életünket pedig olyan hanglemeznek tekinti, amely előre felvett számokat játszik. Ha elfogadjuk a tévképzett hipotézist, akkor azt is elfogadjuk, hogy személyesen felelősek vagyunk sorsunkért. Nem a múlt rabjai vagyunk, hanem egy izgalmas jövő fölfedezői.
Röviden foglaljuk össze még egyszer a tévképzett hipotézis és a látásmódterápia főbb elveit. Az első. A tévképzetek, más néven torzulások vagy illúziók, tévhitek, hibás elgondolások, irreális és egészségtelen magatartások. Általában az egyik a másikat gerjeszti. Az egyik tévképzet gyakran vezet más tévképzeteinkhez ugyanazon a területen. Öt fő kategóriát kell itt figyelembe vennünk. Az én, a mások, az élet, a világ és az Isten. A második. Egyes tévképzetek viszonylagosan ártalmatlanok vagy enyhék, mert nem határozzák meg jelentősen az érzelmeket vagy a viselkedést. Más torzulások azonban bénítóak vagy veszélyesek, mert fájdalmas és negatív érzelmeket keltenek, amelyek károsak az egész személyiségre és a társadalmi beilleszkedésre. A harmadik. A tévképzeteket előbb föl kell ismerni ahhoz, hogy azután hozzáláthassunk megszüntetésükhöz. Amennyiben helyesen és megfelelően azonosítjuk őket, a tévképzetek mindig specifikusak és konkrétak. Például, vagy mindenki elismer, vagy kérdésessé válik saját értékem. A homályos és pontosan nem meghatározható illúziók általában olyan jelentéktelen képzelgések, amelyek eltakarják a valós problémát. Például, azt hiszem, hajlamos vagyok túl sokat gondolkodni. A negyedik. Az ember csak akkor találhatja meg a boldogságot és a teljes emberi életet, ha ezeket a bénító tévképzeteket felismeri és változtat rajtuk, vagy megszünteti őket. Az ötödik. Ha az ember felismeri saját illúzióját vagy tévképzeteit, akkor ez a belátás pillanata. E belátások folyamán valójában az történik, hogy egyszerre csak, néha igen hirtelen, abból a szemszögből látjuk a torzulást, amelyből ennek a személyes élménynek bizonyosságát értelmezzük. Belátjuk, hogy helytelenül raktuk össze a valós kép darabjait. A hatodik. Minél rugalmasabbak és nyitottabbak az emberek, annál több belátásra tesznek szert. Érzelmi felfogásuk és képességük arra, hogy teljesebb emberi életet éljenek, belátásról belátásra fejlődik és növekszik. Hetedik. A belátás bármikor bármilyen körülmények között bekövetkezhet. Nincs pontosan meghatározható útja annak, hogyan lehet belátásra jutni. Jó lehet, vannak olyan folyamatok, amelyek a legtöbb embernek megkönnyítik a belátásra jutást. A nyolcadik. Rendszerünket, amelyben a belátásokon keresztül jutunk el a tévképzetek megszüntetéséhez, látásmód terápiának hívjuk. Ez a növekedés önsegítő módszere. A kilencedik. A tévképzett hipotézis és a látásmód terápia rendszere nem áll meg az érzelmekre való összpontosításnál és azok értelmezésénél. Az érzelmek csupán jeleznek valamit. A negatív érzelmek szokásos sémái mindig mögöttes tévképzetre utalnak. A cél az, hogy a belátáson keresztül kiküszöböljük ezeket a tévképzeteket, és helyettük egészséges, racionális magatartást alakítsunk ki. Lehetséges, hogy a szükséges belátások elérése érdekében egyes embereknek előbb fel kell szabadítaniuk az elfojtott érzelmeket. A tizedik. A látásmód terápia sikerét megelégedettségünk jelzi. Azon mérhető le, hogy növekszünk a teljesebb emberi és örömteli életben. A fejlődést még pontosabban mutatja a pozitív, életet sugárzó magatartásunk, ahogyan látjuk saját magunkat, másokat, az életet, a világot és Istent. E magatartások összessége nem más, mint a személy világképe. Az a mód, ahogy a valóságot látja. Ez a látásmód határozza meg az ember életének érzelmi sémáit. Csak abban az esetben élhet az ember igazán boldog és emberi életet, ha ez a látásmód épp és egészséges. Köztünk vannak azonban az új boldogság gyermekei is. Boldogok, akik éhezik ki és szomjazzák az élet teljességét. Nincs kedvük vagy késztetésük arra, hogy beérjék a középszerűség bármilyen formájával. Ők az úttörő emberek, akik új dalokat írnak, új elméleteket tanulnak, és mindig valami jobbat találnak ki.
ott vannak az irodákban, az iskolákban, a gyárakban, vagy a szupermarketekben, de mindig van bennük valami a hegymászó véréből. Erőteljes igent mondanak az életre, és áment a szeretetre. Készek arra, hogy felülvizsgálják meggyőződési rendszerüket, készek a látásmód terápiára és bármire, ami fejlődést ígér. Számukra a növekedésben való megállás egyenlő a halállal. Ha abba hagyod a növekedést, véged van. Úgy gondolom, hogy a látásmód terápia reklámszövege valahogy így hangzik. Volt már dolgod depresszióval, szorongással, magánnyal és gyűlölettel? Eleged van már az életre szóló nehézségekből és küzdelemből? Nem volna jobb feltárni a fájdalmas érzések gyökerét, mintsem egy életen át küszködni velük? Ha kalandra vágyó típus vagy, tedd életed izgalmas kalandá. Lépj be egy tágabb dimenziójú, színesebb világba. Készen állsz arra, hogy csatlakozz az emberibb és teljesebb életdalát éneklők táncához? Elfogadod-e azt a gondolatot, hogy a különbség a között, ami vagy és ami lehetsz, csupán gondolkodás, belátás, meggyőződésrendszer és látásmód kérdése? Az egészen emberi, egészen eleven létformába való utazáshoz megfelelő élelemre és felszerelésre van szükség. Mindegyik különböző mértékben szükséges. Az első. Nyitottság és rugalmasság. Teljes szívedből hinned kell, hogy nem látsz minden igazságot megfelelő szemszögből. Készen kell lenned arra, hogy az élet kérdést tegyen fel neked. Természetesen minden nap, minden esemény és minden ember, aki megérinti tudatodat, kérdést tesz fel neked. Szereted magad? Örülsz magadnak? Mit gondolsz a bukásról? Valóban felismerted már más emberekben az emberséget és az egyéniséget? Szereted-e a legtöbb embert, vagy csupán a terhedre vannak? Ahhoz, hogy az új látásmódon keresztül új életet találj, az első követelmény az, hogy meghallgasd az élet által föltett kérdéseket, és megpróbálj válaszolni rájuk. Érzékszervi és érzelmi tudatosság. Fontos, hogy megtanuld, miképp hallgass érzékszerveidre, és hogyan rögzítsd tudatosan a mindennapok látványait, hangjait, illatait, ízeit és tapintásait. Hallani fogod, mit mond a tested, amikor fáradt és amikor feszült. Ez a fizikai tudatosság előfeltétele az érzelmi tudatosságnak, mert minden érzés, észlelés fiziológiai valóság. Más szóval, az érzés részben az értelemben, részben a testben létezik.
A nagy gestalt terapeuta Fritz Perls hangsúlyozta, hogy az újnak tudatos befogadása, az érzékszervi észlelés elegendő ahhoz, hogy megoldja a neurotikus nehézségeket. Ha nem alkalmazunk semmilyen gátat vagy ellenállást, ez az érzékszervi tudatosság elvezet bennünket legmélyebb érzéseinkig. A feszült idegek, a fáradtság és más testi állapotok egyenes úton vezethetnek el bennünket érzelmi tudatosságunkhoz. Amint mondtuk, minden érzés természeténél fogva részben fiziológiai. A fizikai reakciók általában olyanok, mint a jéghegy csúcsa. Az a rész, amely látszik. Akárhogyan is, bármilyen technika segítségével meg kell tanulnunk, hogyan kerüljünk kapcsolatba érzéseinkkel vagy érzelmeinkkel. Az érzelmek minden mai pszichológiai elmélete elfogadja, hogy érzelmi reakcióink attól függenek, hogy miként értelmezzük és érzékeljük azokat az érzéseket, amelyek egy szituáción belül keletkeznek. Az érzésnek, magának valóban lényeges része az, hogyan észleljük a szituációt, mert az érzések mentális-fizikai valóságok. Az ember csak olyan mértékben juthat el boldog és teljes életre, amennyire felismeri, majd módosítja vagy kiírtja bénító téveszméit. Ezért, amikor az emberek felfedezik legmélyebb érzéseiket, ezzel párhuzamosan felfedezik a legmélyebb gondolataikat és meggyőződéseiket is, mivel az érzelmek részben az észleléshez kötődnek. Talán hihetetlennek látszik, de tudatos állapotban nincs olyan időszak, amikor ne lennének érzéseink, mert nincs olyan pillanat, amikor ne gondolkodnánk. Érzelmi reakcióink gyakran olyan gyengék, hogy alig tudatosítjuk őket magunkban. Jó lehet egy érzékeny hazugságvizsgálógép érzékelni ezeket a folyamatos érzelmi reakciókat. Egy ilyen gép még azokat a fiziológiai reakciókat is észleli, amelyeket testünk olyan szavakra ad válaszul, mint anya, apa, szeretet, háború, szex. A lényeg az, ha tudatossá akarjuk tenni meggyőződési rendszerünket vagy látásmódunkat, akkor rá kell hangolódnunk érzelmi reakcióinkra. Amint már említettük, minden negatív érzés, de különösen a szorongás és a gyűlölet azt jelzi, hogy rosszindulatú tévképzetek bújnak meg világképünk egészében. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy átséklunk az ilyen reakciók fölött azzal a megjegyzéssel, hogy talán holnap majd jobban fogjuk érezni magunkat, vagy azzal a meggyőződéssel, hogy minden jóra fordul, ha egy jót alszunk. Ha figyelünk negatív érzéseink jelzéseire, legyen az akár enyhe rossz érzés, akár mély depresszió, ez új belátáshoz vezet el bennünket. Ez még az úgynevezett lebegő szorongásnál is igaz, amely állítólag olyan félelemmel teli nyugtalanság, amelyben a félelemnek nincs is pontosan meghatározható tárgya. Sok pszichológus azt állítja, hogy aki elkezdi leírni egyéni szorongás élményét, abban egy pontosan meghatározható félelem és tévképzet kerül a felszínre. Egy bizalmas barát. Ahhoz, hogy növekedni tudjunk az élet teljessége felé, több okba is feltétlenül szükségünk van egy olyan személyre, akivel egészen nyitottak lehetünk. Különleges okai is vannak azonban annak, hogy miért szorulunk rá egy megbízható barátra a sikeres látásmód terápia gyakorlásához. Mindenekelőtt emlékezzünk arra az állításra, hogy sokunknak szüksége van elfojtott érzései felszabadítására, mielőtt csendben felülvizsgálhatná meggyőződési rendszerét, és megtalálhatná a bajt okozó tévképzetet. Csupán egy ilyen bizalmas barát lesz képes és hajlandó arra, hogy ezekkel az érzelmekkel szóba álljon. Egy kevésbé közel álló ember valószínűleg azt fogja mondani, hogy ne sírjunk, vagy ne izgassuk magunkat. Ez az ember nem ismer bennünket eléggé ahhoz, hogy tudja, mire számíthat. Félne attól, hogy teljes szabadságot adjon nekünk ahhoz, hogy kiéljük érzéseinket. Csupán egy igazán bizalmas barát fog minket eléggé szeretni és ismerni ahhoz, hogy megadja nekünk ennek az élménynek és kifejezésnek a szabadságát. Alfred Adler szerint meghitt emberi kapcsolat szükséges ahhoz, hogy megadjuk az embereknek a bátorságot, hogy szembenézzenek hibáikkal és megértsék azokat.
Ha tudjuk, hogy valaki feltétel nélkül szeret bennünket, képesek vagyunk szembenézni tévedéseinkkel és bevallani azokat. Carl Rogers tanácsadás elméletének is ez a fő elve. Akkor értjük meg, és akkor fogadjuk el magunkat valóságosan, ha előbb valaki, aki rajtunk kívülálló személy, megért és elfogad bennünket. Adler ezért azt javasolja, hogy ha valakinek nincsenek ilyen barátai, csatlakozzon egy olyan csoporthoz, amelyben baráti szívvel, meghitten befogadják. Az ilyen bizalmas baráttal folytatott párbeszéd és vita még egy területen nagyon határozottan hozzájárul ahhoz, hogy meghatározzuk tévképzeteinket. El kell rendeznünk a problémát, mielőtt hozzálátnánk ahhoz, hogy megbeszéljük valakivel. Ha magunkra maradunk, nagyon gyakran nem végezzük el a problémának és a részleteinek az elrendezését. Problémáink meghatározatlanok és zavarosak maradnak, ha magunkban tartjuk őket. Egy bizalmas baráttal történő beszélgetésben nem csak el kell rendeznünk, de meg is kell fogalmaznunk a nehézségeket. Szavakba kell öntenünk, és ez rendkívül fontos. A probléma megfogalmazásának módja gyakran meghatározza, hogy miképp ítéljük meg azt. Reakcióinkat igen gyakran meghatározzák szavaink, amelyekkel leírjuk a helyzetet. Szavakban gondolkodunk, szavakkal tervezzük az életünket, és hajlamosak vagyunk arra, hogy szavaink határozzanak meg minket. Ezért ajánlották egyesek, hogy naponta többször ismételjünk ilyen biztató szavakat vagy kifejezéseket. Vagyok, tudom, akarom. Ha kiegyensúlyozatlanul értelmezünk és bizonytalanul fogalmazunk meg egy helyzetet, a baráttal folytatott párbeszéd segít abban, hogy visszanyerjük egyensúlyunkat és objektivitásunkat. Napló. Lynn Cain az Özvegy című könyvében van egy fejezet, amelynek ez a címe: Kedves pszichiáter papír. Arra a naplóra utal, amelyet férje halála után kezdett el vezetni. Életének és érzelmi reakcióinak rögzítése láthatóan segített neki, és nekünk is sokféleképpen segítségünkre lehet. Egy napló segít az érzelmek levezetésében, de megköveteli azt az elrendezést és megfogalmazást is, amelyről fentebb szóltunk. Legtöbbünk számára egy darab papír nem olyan rémisztő, mint egy ránk meredő emberi szempár, amely arra vár, hogy megszólaljunk. Kevesebb gátlásunk van egy papír pszichiáterrel, mint egy igazival szemben. Ha túl vagyunk a napi gondokon és a velük járó spontán érzelmi reakciókon, akkor visszavonulhatunk egy csöndes helyre. Megtehetjük ezt természetesen a nap későbbi részében is, és végezhetünk egy kis látásmódterápiát.
Megvizsgálhatjuk és megkérdőjelezhetjük meggyőződési rendszerünk vagy látásmódunk érvényességét egy esemény és az ahhoz kapcsolódó érzelmi reakció kapcsán. Ha az emberek rendszeresen gyakorolnák ezt a fajta finom, de kitartó önvizsgálatot, meggyőződésem szerint, hozzám hasonlóan, sok új belátásra juthatnának, és érzelmi sémáikat akár azonnal is megváltoztathatnák. Természetesen minél pontosabbak és elevenebbek ezek a megfogalmazások, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy a tévképzetek felszínre kerülnek, és felismerhetővé válnak. Idő a csendes reflexióra. A tévképzetek témakörében jártasak mind egyetértenek abban, hogy a fenyegetettség jelenléte, bármilyen formában mutatkozik is meg, torzulásokat okoz és torzulásokat leplez a látásmódban. A felbukkanó félelem általában szűkíti a látásmódot. Ha fenyegetve érezzük magunkat, ösztönösen védekezünk, és ez majdnem mindig azt jelenti, hogy az elénk kerülő egyes bizonyosságokat kizárjuk. Szelektív figyelmetlenség. De lehet, hogy ez az új bizonyíték arra kényszerít bennünket, hogy újraértékeljük látásmódunkat és bevalljuk, leleplezzük téveszméinket. Arra késztethet, hogy másképp kezdjünk gondolkodni és cselekedni. Hajlamosabbak vagyunk védekezni, mint a lényeget meglátni. Az volna az ideális, ha az embernek minden nap végén lenne ideje arra, hogy feloldódjon, felülvizsgálja és újraértékelje dolgait. Legtöbbünk azonban túlságosan az óra s a naptár karmai közé szorítva él. De még így is találhatunk alkalmat a reflexióra. Ilyen lehet például egy vonatút, vagy az elalvás előtti percek, vagy amikor egyik üzletből a másikba igyekszünk, vagy amikor várunk valakire, aki késik, és így tovább. Ilyen helyzetekben a fenyegetettség minimális. A látásmódunk kitágulhat, és új belátásokra juthatunk el. Az ilyen alkalmak felbecsülhetetlenül értékesek a teljesebb és békésebb életben való növekedéshez. A kockázat és a felülvizsgálat feszültségei. Nem kérdéses. Belátásaink szerint kell cselekednünk ahhoz, hogy új gondolkodási szokásaink alakuljanak ki, és felváltsák régi téveszméinket. A belátások elfogadásához nem elég a szánkat járatni. Elszánásra és erős érzelmi támogatásra van szükség. Az új meglátásokat be kell építenünk az életvezetésünkbe. Az igazságot csak akkor értettük meg igazán, ha az szerint is cselekszünk. Ez egyfajta recsegést-ropogást idéz elő a bensünkben. A feszültség átmeneti fájdalommal jár. Például tételezzük fel, hogy én a világ probléma megoldójának képzelem magam. Ez a hivatásom. Aztán ráeszmélek, hogy a probléma megoldó szerep az én irracionális elképzelésem. Először is ez azt feltételezi, hogy más emberek nem elég felnőttek, idősek, okosak ahhoz, hogy megoldják saját problémáikat. Másodszor. Ha mi oldjuk meg mások problémáit, akkor a másik határozatlan és éretlen marad. Túlzott mértékű függőségi érzés alakul ki a tanácsot osztó ember irányában. Végül probléma megoldónak lenni irreális és fárasztó teher bárki számára is. Butaság volna atlaszt játszani, aki vállán hordja a világot. A változás igazi problémája akkor jön el, amikor egy határozatlan, alárendelt ember szánalmasan így nyafog. Mit tegyek? Kérem, mondja meg! Valóban igazi elszántság kell ahhoz, hogy belátásom szerint cselekedjek, kilépjek a régi kerékvágásból, és azt mondjam, nem tudom, mit kellene tennie. Mit gondol? Mit volna a legjobb tennie? Van egy másik aspektusa is a tanulásnak és a cselekvésnek. A tényleges cselekvés egyértelműen kiteljesíti a tanulási folyamatot. Ez azonban fordítva is működik. Ha valamit nagyon gyakran teszünk, az elindíthat egy tanulási folyamatot. Tegyük fel például, hogy meg vagyok győződve arról, hogy nem tudok beszédet mondani, vagy képtelen vagyok visszavinni az üzletbe a nem megfelelő árut. Mit tegyek az ilyen helyzetben? Ilyenkor nagyot kell nyelni, és nekifogni a cselekvésnek. Igen, bele kell vágni. Szembe kell szállnom a fóbiáimmal. Csak ha nekilátok,
akkor fogom észrevenni, hogy meg tudom tenni, és ezáltal legyőzhetek egy újabb téveszmét. Minden nap tennünk kellene valamit, ami jobban kiteljesít bennünket. Kis győzelmeket kellene aratnunk félelmeinken, és ezáltal kitágul életünk és a világ. Ilyen módon fokozatosan olyan képességeket fogunk kifejleszteni, amelyekről korábban még csak nem is álmodtunk, pedig mindig bennünk rejtőztek, csak sohasem használtuk őket. Van egy olyan ember, akivel képtelen vagy szembeszállni? Még valóban sohasem sírtál másnak a jelenlétében? Tudsz természetesen udvariasan reklamálni a főbérlődnél? Vannak olyan döntések, amelyeket mások helyeslése nélkül sosem tudsz meghozni? Tényleg vannak olyan kísértő félelmeid, amelyeket még nem vallottál be senkinek? Ha alkalom nyílik rá, szánd rá magad a vallomásra. Győzz saját magadon, tágítsd ki látásmódodat és világodat. Lépj be egy újabb, teljesebb életbe. Barátom Mark Link hívta fel a figyelmemet a közismert tényre, hogy az aerodinamika minden elve és számítása szerint a dongó képtelen repülni. A szakértők azt mondják, hogy szárnyai túl vékonyak és keskenyek ahhoz, hogy robosztus testét a levegőbe emeljék. Szerencsére a dongók ezt nem tudják. Ha elfogadjuk a korlátokat anélkül, hogy létezésükről valóban meggyőződnénk, az önmagunkat meghatározó döntés lenne. Amíg azt gondoljuk, hogy nem vagyunk képesek valamire, addig nem is leszünk rá képesek. Nem szabad elhinnünk másoknak, és mindenekelőtt magunknak, hogy nem vagyunk rá képesek. Tanuljuk meg. Képessé válunk rá, ha rászánjuk magunkat a cselekvésre. Gyakorolnunk kell. Ne higgyük el a régi hazugságokat és torzításokat, amelyeket magunknak mondtunk, és amelyeket változatlanul hagytunk. Az érzelmeket leginkább akkor lehet felismerni és kifürkészni, amikor átéljük őket. Az emlékezetünk szelektív. Majdnem mindig tompít és torzít. Mivel érzelmeink érzékszervi valóságok, észlelésünk és látásmódunk épp érzelmeinkbe épül be. Meggyőződési rendszerünk ezért pontosan akkor nyújt páratlan lehetőséget a megfigyelésre, amikor érzelmi zavar keletkezik. A belátáshoz leginkább érzelmi tisztulás után juthatunk el olyan állapotban, amely mentes a fenyegetettségtől és reflexióra késztet. Kitűnő alkalom adódik azonban új belátásokra az érzelmi nyugtalanság ideje alatt is. Pontosan azért, mert abban a pillanatban érzelmeink számunkra a legvalóságosabb és legnyilvánvalóbbak. Nagyon értékes pillanatok ezek a látásmód terápia azonnali gyakorlására.
Saját tapasztalatomból tudom, hogy ha az ember bizalmas barátjával vagy a naplóírás módszerével gyakorol, jelentős képességre tesz szert a látásmód terápia azonnali alkalmazására. Hamar részévé válik az életvezetésnek, és jó téteményei is hamar megtapasztalhatóak. Az érzékszervi és az érzelmi tudatosság elsődleges. Mindig megújuló szándékkal kell gyakorolnunk és ápolnunk ezt a tudatosságot. Ezután tovább kell lépnünk a látásmód vagy a meggyőződésrendszer finom, de kitartó megfigyelésére. Ne felejtsük el, hogy nincs olyan időszak, amikor ne tapasztalnánk valamiféle érzelmi reakciót. A teljes emberi élet 10 alapelve. Az első, légy önmagad. Ne viselj álarcot és ne játsz szerepet. A második elv. Tégy szert teljes tapasztalatra, és fejezd ki szabadon igazi érzéseidet. Harmadik. A félelem attól, hogy a másik érzéseit megsérted, ne gátoljon meg a döntéshozatalban, vagy abban, hogy azt mondd, amit szerinted mondanod kell. A negyedik. Légy erős. Jogod van a tisztelethez, saját gondolataidhoz, saját döntéseidhez. Meg kell, hogy hallgassák véleményedet, és komolyan kell, hogy vegyenek. Ragaszkodj a jogodhoz. Az ötödik. Ne alakítsd magad mindig mások elvárásainak megfelelően. A hatodik. Ne akarj jobb színben feltűnni azáltal, hogy másokat támadsz, leszólsz, vagy kipletykálsz. A hetedik elv. A jót keresd másokban. Örülj mások jó tulajdonságainak és tetteinek, és dicsérd meg őket érte. A nyolcadik elv. Gondolkodj magadról pozitív módon. Légy tudatában mindannak, ami jó benned. A kilencedik. Légy olyan kedves és megértő magaddal, ahogy másokkal szeretnél az lenni. S végül a tizedik. Ne ítéld meg mások felelősségét és személyes bűnét. Bocsáss meg, valahányszor szükséges. A neheztelés önpusztító. A tévképzett hipotézis és a látásmód terápia egyik alapvető feltevése, hogy van egy megismerhető valóság. Szükségünk van a valóság olyan változatára, amellyel megítélhetjük gondolataink racionalitását, és amelyhez igazíthatjuk látásmódunkat vagy meggyőződési rendszerünket. De ki mondja meg, hogy mi a valóság? A cinikus emberek biztosak abban, hogy azáltal állnak kapcsolatban a valósággal, hogy mindent megkérdőjeleznek, és senkiben sem bíznak. De a gyakorlati kérdés megmarad. Hogyan látom én a többi embert? Valóban testvérei vagyunk egymásnak az emberiség nagy családjában, vagy ellenségek vagyunk egy közös csatatéren? Létezik a szeretet melletti szabad elköteleződés, vagy eleve arra vagyunk elrendelve és beprogramozva, hogy azzá váljunk, amivé válnunk kell? Az életet az élvezet elve, az erő elve, vagy a megtervezés elve irányítja-e? A földi élete a minden, vagy létezik egy csodálatos túlvilági élet? A kérdésekre adott válaszok valószínűleg nem jelentenének radikális változást életvitelemben, de egészen biztosan hatnak gondolataimra, választásaimra és szemléletemre. De kinek van szava ezekben a kérdésekben? Azok, akik hisznek valamilyen kinyilatkoztatott vallásban, nagyon pontos kritériumokkal közelítik meg a valóságot. Meggyőződésük, hogy maga Isten nyilatkozott meg olyan fontos kérdésekről, hogy ki ő, kik vagyunk mi, milyen a mi viszonyunk egymáshoz, mi az élet célja és mi a világ jelentősége. Nem létezik olyan logikus levezetés, amely bizonyíthatná vagy kétségbe vonhatná Istennek kinyilatkoztatásának hitelességét. Végső soron a hit mindig vallásos élmény, amely messze menően személyes és individuális. A legtöbb hívő megtapasztalta Isten jelenlétét a hithez megtérés tapasztalatában új és különleges békére, erőre és jelenlét élményre talált. A hit megérzése ebben a megtapasztalásban felülmúl minden természetes logikát és tudományos elméletet. Vallásos neveltetésem és személyes tapasztalataim alapján elfogadtam Jézus Krisztusnak, a valóságlátás mesterének üzenetét. Számomra Jézus üzenete és személye az a forrás, amelyhez objektíven viszonyíthatom saját valóságlátásomat. Ítéleteim és döntéseim alapvető normái ezek. Úgy határoztam, hogy életem az ő kinyilatkoztatásának fényénél élem. Isten embere és Isten munkatársa akarok lenni.
Szeretetet akarok építeni a világban és kölcsönös megértést az emberiség családjában. Ahogy Viktor Frankl pszichiáter mondja, az élet sok kérdést tesz fel nekünk. Az élet megkérdezi, hogy mennyire tudunk szeretni, mennyire tudunk örülni, és mennyi mindent tudunk eltűrni. Az élet azt kérdezi tőlünk, hogy szeretjük-e magunkat és embertársainkat. A hétköznapi élet arra kér, hogy tegyünk különbséget valóban fontos és nem fontos dolgok között. Állítsunk fel fontossági sorrendet. Az élet azt követeli, hogy érvényesítsük lelkiismeretünk ítéleteit, válasszuk azt, ami helyesnek látszik, és kerüljük el azt, ami helytelennek. Az élet legmélyebb kérdése talán az élet értelmére és jelentőségére utal. Mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy célt és küldetést találjunk az életben, amely személyes sajátossággal és méltósággal ruház fel. Szükségünk van arra, hogy higgyünk. Életünk fontos valakinek vagy valaminek. A német költő Rainer Maria Rilke azt tanácsolja, hogy legyünk türelmesek szívünk megoldatlan kérdéseivel. Azt javasolja, hogy próbáljuk magukat a kérdéseket szeretni, miközben azon fáradozunk, hogy válaszokat találjunk. A növekedés mindig fokozatos, akkor is, ha vannak a belátásnak és az isteni kinyilatkoztatásnak ragyogó pillanatai. Alekszandr Szolzsenyicin beszédében, amelyet az irodalmi Nobel-díj átadásakor tartott, egy orosz közmondást idézett. Egy igaz szó többet ér, mint az egész világ. Szent János evangéliuma előszavában azt mondja, hogy az igazság szavát Isten mondta ki. Kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága. De a sötétség nem fogta föl. S az ige testé lett, és köztünk élt. Láttuk dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be. Afroamerikai evangelizátor barátom ma már idős ember, és azt mondja, hogy sokkal többet tud arról a sokféle kérdésről, amelyeket az élet tesz fel. Az élet megkérdezte tőle, melyek az értékei, mit részesít előnyben, kérdezte látásmódjáról és álmairól, bátorságáról és arról, hogy mennyire tud szeretni. De, mondta, miközben szemüvege fölött rám tekintett, minden kérdésre, amit az élet tesz fel, Jézus Krisztus a válasz. Biztos vagyok benne, hogy igaza van. Természetesen ebből nem következik az, hogy minden változtatás nélkül át lehet venni és alkalmazni a mi nagyon különböző életünk és korunk problémáira azokat a válaszokat, amelyeket Jézus adott élete és kora problémáira.
Jézus azt kéri tőlünk, hogy annyira törődjünk a világunkkal és korunkkal, és annyira szeressük, amennyire ő tette saját világával és korával. Mivel azonban minden életvitel végső soron egy látásmód eredménye, az a fontos, hogy megsejtsük a valóságnak azt az alapvető látásmódját, amellyel Jézus rendelkezett, az ő belső magatartását és meggyőződési rendszerét. Ez az emberi egészség és boldogság végső forrása. Jézus ezt szavain és személyén keresztül közvetítette felénk. Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. János 8:12. Jézus és kortársai közt lezajlik egy érdekes párbeszéd, amelyet szintén János evangéliumának 8. fejezete beszél el. Jézus kijelenti, hogy csak az igazság, a valóság teljes elfogadása tehet valakit szabaddá. Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Amikor hallgatói zavarba jönnek annak a gondolatnak a hallatára, hogy az igazság megszabadít, és kijelentik, hogy soha senkinek nem szolgáltak, Jézus megismétli, hogy ő az igazi szabadság forrása. Ha tehát a fiú szabaddá tesz benneteket, akkor valóban szabadok lesztek. Az igazi egészség elsősorban az ember látásmódjában, világképében, legmélyebb magatartás formáiban rejlik. Ez nem csupán tünetmentességet jelent. Hasonlóképpen az igazi szabadság gyökerei is az ember alapvető valóságlátásában rejlenek. Ez nem csupán a külső erők kényszerének hiányát jelenti. Jézus személyét olyan látásmód teszi teljessé, amely megdöbbentő szabadságot eredményez. Elég szabad ahhoz, hogy szeresse a tékozló fiúkat, a prostituáltakat, és kapcsolatban legyen velük. Élete végén pedig iszonyatos félelmet él át, mégis szabadon, szeretetből hal meg. Ha megmaradtok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Milyen látásmód rejlik Jézus tanítása és életmódja mögött? Sok minden más mellett elsősorban meghívás a teljes életre. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Kockáztatva azt, hogy önteltnek fogok látszani, szeretném most Jézus látásmódjának főbb vonásait meghatározni úgy, ahogy azt én látom. Úgy gondolom, hogy Jézus tanítása, élete és személye a következőket mondja nekünk. 1. Isten a szeretet. Ez azt jelenti, hogy minden, amit Isten tesz, szeretet. Ahogy a nap süt, szétosztva fényét és melegét azoknak, akik készek befogadni. Úgy szeret Isten, szétosztva fényét és melegét azoknak, akik készek, hogy befogadják azt. Ez azt jelenti, hogy Istenben nincsen harag. Ő nem büntet. Ha elszakadunk Istentől és szeretetét a bűn által, minden változás bennünk zajlik le, sohasem ő benne. Ő változatlanul szeret. A szeretet adakozó, önmagát és életét adja. Azzal, hogy Isten megteremtett minket, az volt a szándéka, hogy megossza életét és önmagát velünk. Miközben atyai szeretetével ránk bízza az életet, arra hív bennünket, hogy legyünk az ő emberi családja. Váljunk szeretet közösségi, ahol mindenki az egész közösség igazi boldogságáért akar cselekedni és dolgozni. Isten szeret téged, feltétel nélkül úgy, ahogy vagy. Isten prófétáin és saját fián keresztül megígérte, hogy míg ha az atya megfeledkezik és méhe szülöttéről, ő akkor sem fog megfeledkezni rólad. Nevedet tenyerébe vésve, kitörölhetetlenül szívébe írta. Nem kell megnyerned, kiérdemelned, vagy megszolgálnod az ő szeretetét. Ez ajándék. Persze visszautasíthatod. Távol tarthatod magad Isten szeretetétől egy időre, vagy akár örökre. Bármi legyen is a válaszod, ő egész életedben és annak minden pillanatában ott lesz, felajánlva az ő szeretetét még azokban a pillanatokban is, amikor szétszórt vagy visszautasító vagy.
Bárhol tartasz és növekedésed útján, bármit csinálsz is, legyél meggyőződve minden jó tulajdonságodról és tettedről, és legyél egy kicsit megértő minden gyengeségeddel. Isten örökre szeret téged. Nem kell megváltoznod, növekedned vagy jónak lenned ahhoz, hogy szeressen. Fordítva áll a dolog. Ő szeret téged, és ezért tudsz megváltozni, növekedni és jót tenni. Ennek a feltétlen szeretetnek a befogadása rendkívül fontos. Gondolj csak néhány emberre az evangéliumban. Péter, a szikla, aki gyakran homokbucka volt és nagyszájú, megtagadta azt az embert, akiről pedig tudta, hogy őt mennyire szereti. Zakeus, a furcsa törpe, aki a rómaiak számára gyűjtötte az adót saját népének embereitől azért, hogy hasznot húzzon a bevételből. Mária Magdolna, aki utcalány volt. Jakab és János, akik a mama kedvencei voltak, és olykor meglehetősen nevetségesek, amikor például egy egész várost akartak lerombolni azért, mert nem fogadták őket kedvesen. A villám fiainak csúfolták őket. András, aki meglehetősen naív volt. Azt képzelte, hogy 5 cipó és 2 hal elég lesz 5000 ember számára. Tamás, aki mérhetetlenül csökönyös volt. Márta, aki mindig pattogott, aggódott és méltatlankodott. A házasságtörő asszony, aki rettegve félt addig, amíg Jézus meg nem mentette életét, és meg nem bocsátotta bűneit. A Latora kereszten, aki valószínűleg első imáját mondhatta, és aki rögtön megkapta a paradicsom ígéretét. A vakember, aki nem tudta, hogy ki Jézus, csak azt, hogy ő vak volt, és most már lát. A béna, aki szeretett volna meggyógyulni, de akinek először bűnei bocsánatára volt szüksége. A tékozló fiú, aki szívtelen fráter volt, de hazament, amikor éhezett, apja pedig tárt karokkal és őszinte szívvel fogadta. A tarzuszi Saul, aki habzó szájjal akarta elpusztítani a kereszténységet, amíg a damaszkuszi útra nem lépett, és nem találkozott a szerető úrral. Isten Jézuson keresztül szerette, megerősítette, bátorította őket és megbocsátott nekik. Arra buzdította őket, és általuk minden más embert, minket is, hogy induljanak el a nagyság, a béke és az élet teljessége felé vezető úton. Isten előrelátása kormányozza a világot, Jézus az emberi történelem ura. Olykor az lehet az érzésed, hogy minden szétesik. Ilyenkor csodálkozol és azt kérdezed, mi lesz a világgal? Mi lesz velem? Hogyan fogok kijönni a fizetésemből? Ki fogja tolni a tolószékemet? Tudatosan talán nem fogalmazod meg, de néha az a kísértésed, hogy Istent úgy képzeled el, mint aki a falnak támaszkodik, frusztrált és ideges, mert mindenki csúszott a kezéből. Ahogy E.E. Cummings írja, Krisztus király a világ léket kapott, és nincs több mentő mellény. Szent Péter szavaival válaszolhatunk. Jézus az Úr. Nem szabad elfelejtened, hogy ez a világ az emberi történelem útja, és az emberi sors az ő kezében van. Ő gondoskodik a világról. Egyedül ő ismeri a játék menetét. Egyedül ő rendelkezik az ember helyzetének teljes ismeretével és azzal az erővel, hogy teljesen megváltoztasson dolgokat. Ne akard megjátszani mások előtt a messiást, vagy a világ megmentőjét. Nem vagy elég fejlett ahhoz, hogy átfogj ekkora területet, vagy hogy elbírj egy ekkora terhet. Arra vagy hivatott, hogy szeress Istent, önmagadat és fele barátodat. Isten, aki szeretet, a maga képmására és hasonlatosságára alkotott téged. A szeretet a hivatásod és a sorsod. Az emberi mi volt a tökéletessége? A szeretet Isten legnagyobb ajándéka is egyben, Isten lelkének legnagyobb ajándéka. Meg kell értened önmagad szeretetének fontosságát. Logikai, sőt, időrendi sorrendben is. Előrébb kell lennie önmagad szeretetének. Ha nem szereted magad,
fájdalom fog eltölteni, és ez a fájdalom minden figyelmet önmagadra fog összpontosítani. A lelki gyötrelem összeszűkíti tudatunkat. Ha nem szereted önmagad, sem Istent, sem fele barátodat nem tudod igazán szeretni. Meg kell tehát tanulnod önmagadat ugyanúgy szeretni, ahogy másokat szeretnél. Fel kell ismerned és meg kell erősítened magadban azt, ami jó. Fokról fokra meg kell értened mindazt, ami gyengeség és korlát benned. Tudatában kell lenned szükségleteidnek, és meg kell próbálnod kielégíteni azokat, fizikai, pszichikai és lelki értelemben. Amint megtanulod szeretni önmagadat, úgy meg kell tanulnod egyensúlyban tartani az önmagadért való aggódást a másokért való aggódással. Bármit teszel egynek a legkisebb testvéreim közül, azt velem teszed. De ne felejtsd, a szeretetben való sikerességed arányban áll azzal, hogy mennyire tudsz nyitott lenni és elfogadni Isten szeretetét és bátorítását. Arányban fog tehát állni azzal, hogy mennyire szereted önmagadat. Életed sikeressége végül is attól függ, hogy mennyire érzékenyen és finoman szerettél. Veled leszek. Isten azt mondja, örökre elköteleztem magam arra, hogy szeresselek téged. Hogy azt tegyem, ami a legjobb számodra. Kedves, bátorító és segítőkész leszek, de kihívások elé állítalak. A megpróbáltatások idején megvigasztallak. A jólét idején pedig megpróbállak. Bármit teszek is, szeretetből teszem, és azért, hogy növekedj. Veled leszek, hogy világosságot gyújtsak a sötétség idején, hogy megerősítselek gyengeségedben, megtöltsem ürességedet, meggyógyítsam betegségedet, kiegyenesítsen, ami elhajlott benned, és újraélesszem azt a jót, ami elhalt benned. Maradj bennem, fogadd el szeretetemet, és élvezd barátságom melegét, használd fel erőmet, és sok termést fogsz hozni. Teljessé válik az életed, örök élet vár rád. Isten mondja, feltétlenül csatlakozz a teljes életet élők táncához, és énekeld himnuszokat. De emlékezz arra is, hogy zarándok vagy. Úton vagy az örök hajlék felé, amit én készítettem számodra. Az örök élet már elkezdődött benned, de még nem teljesedett ki. Még elkerülhetetlen szenvedések állnak előtted. Azonban ne feledd, a jelen szenvedései semminek számítanak ahhoz a dicsőséghez képest, amit egy nap feltárok előtted. Szem nem látta, fül nem hallotta, értelem fel nem fogta azt az örömöt, amit készítettem számodra, amiért befogadtad szeretetem ajándékát. Az örök hazafelé vezető utadon örülj az utazásnak. Legyen kétszeres a boldogságod. Örülj annak, amid van, és oltatlan szomjal vágyódj arra, amivé válni fogsz. Mondj mindig zengő hangon igent az életre és a szeretetre. Egy nap feljössz a hegyemre, és attól kezdve számodra egyetlen óra és naptár se számolja az időt. Összes gyermekemmel együtt az enyém leszel, és én a tiéd leszek örökre.
az a látásmód véleményem szerint, amit a keresztények evangéliuma tár elénk. Olyan távlatot, valóságlátást nyit az életnek és a halálnak, hogy az egyszerre megerősítő és biztató. Megadja a szükséges biztonsági érzetet, de jelentést és célt is ad az életnek. Alapvető viszonyrendszert ad ahhoz, hogy megértsük önmagunkat, testvéreinket, az emberiség családját, az élet és a világ jelentését, és azt, hogy Isten a mi szerető atyánk. A hívő ember számára olyan valóságlátást vagy meggyőződési rendszert ad, amelyen keresztül életünk minden fontos eseménye értelmezhető és érzékelhető. Ez megnyugtat afelől, hogy mi az a valóság, amit a mindenség teremtője alkotott. Néhány ember számára a vallásos hit nem egyéb, mint kedves képzelgés, tetszetős rózsaszín napszemüveg, amely csupán árnyalja és színezi az élet kemény következményeit. A döntő tényező itt is a személyes vallásos élmény, Isten jelenlétének érintése. Szükséges, hogy a Szentlélek aktívan alakítsa és tanítsa az embert, mert csak ő tud hitet ajándékozni az embernek. A hit nem logikai fejtegetős vagy természetes úton megszerezhető birtok. Tapasztalás kérdése. Csak Isten lelke képes megadni ezt a vallásos élményt. Csupán a kegyelem érintése teheti a keresztény tanítást többé jámbor és befolyásolható emberek illemkódexénél. Nem lehet elégszer ismételni, hogy az élő hit nem emberi gyakorlat és szerzemény. A hitet nem lehet úgy elsajátítani, mint mondjuk a zongorázást. Isten lelkének kell megérintenie bennünket. Akit a lélek megérint, abban olyan mély változás megy végbe, hogy Szent Pál azt mondja róla, ez az ember egy új teremtmény. Mi úgy mondanánk, kicserélték. Pál azt az életet, amelyet nem érintett meg, és nem alakított át a lélek, test szerinti életnek nevezi. Annak az embernek, akit megújított a lélek szerinti élete van. Jézus azt mondja, hogy a lélek által sejtjük vagy érezhetjük meg, hogy Isten magáénak tud bennünket. A lélek által tudjuk, hogy az ő szeretett gyermekei vagyunk. A lélek indít arra, hogy szívünkből felhangozzon a gyöngéd és szerető szó, Atya. Ha Krisztust azelőtt emberileg ismertük meg, most már nem úgy ismerjük. Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki minket a kiengesztelődés szolgálatával megbízott. Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal. 2 Korintus 5.16-19. Pált annyira mélyen érintette ennek a mélységes átalakulásnak a valósága, hogy személyes élményét így fogalmazta meg. Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Azt mondtuk, szükségünk van egy látásmódra, amikor a valóságot értelmünk szemein keresztül fogjuk fel. Amikor magunkat, másokat, az életet, a világot és Istent észleljük, akkor értelmeznünk és értékelnünk kell. Szükségünk van egyfajta rendre és kiszámíthatóságra, mert nem tudjuk elviselni a káoszt. A lélek biztosítja azt a látószöget és tisztaságot, amire szükségünk van ahhoz, hogy tisztállásunk, és teljes életet éljünk. A Biblia első könyve a Teremtés könyve úgy ábrázolja Isten lelkét, mint aki rendet teremt az ős káoszban. Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, és sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Teremtés könyve 1-1-2. A lélek alakította az űrzavart és a káoszt a teremtés szépségévé. 8 fejezettel később az özönvíz történetében ugyanis a lélek apasztja le a vizet. Újra visszaállítja a teremtés rendjét, az áradás okozta zűrzavarból és káoszból. Joel prófétán keresztül Isten megígéri, kiárasztom lelkemet minden emberre. Ugyanez a lélek árad ki pünköstkor, és alakítja át Jézus gyáva és zavarodott tanítványait, tisztállátó és magabiztos apostolokká. Zavarodottságuk káoszát felváltja a tiszta és határozott cél. Isten lelke irányítja a korai egyház keresztényeit. Közbelépése vezetőként jelöl ki, meggyógyítja a betegeket, érzékenyé teszi a szíveket, képessé teszi az embereket egymás szeretetére. Olyan hatalmas erő szabadul fel, amely átalakítja a föld arculatát.
A lélek teremtő ereje alakít mindent az emberben és a világban. Az ember valóban új teremtményé lesz. Isten kinyilatkoztatása, ami kitalálásnak látszhat, valójában világos tény, a valóság látásmódja. A lélek érintése mély harmóniát, békét és a rendet eredményez, átalakítja a kezdeti káoszt, és létrehozza az ember helyes, belső valóságlátását. A lélek érintése ezért mélyen érint minden érzelmi és viselkedési formát. Újfajta teljesség és egység jön létre. Az ember megtapasztalja a lelki egységet a béke kötelékében. A lélek az embert, mint új teremtményt, képessé teszi, hogy belépjen Isten csodálatos világába, és abba a teljes életbe, amelyre Isten hívja gyermekeit. Tisztelt társkereső lányok, hölgyek! E-mail címen párkereső.prozac@gmail.com. 182 cm magas, megbízható, tisztességes, őszinte fiatalember vagyok. Érdeklődési köröm főképp az informatika, természettudományok, társadalom, vallás, pszichológia, önfejlesztés, és a művészetek köré szerveződik. Jelenleg webmesterként tevékenykedek, különféle programokat készítek, valamint blogokat vezetek, szakirányú diplomával rendelkezem. Egyaránt jellemez a nyitottság és az introvertáltság. Leginkább azokkal találom meg a közös hangot, akik nézeteiket tekintve a hagyományos értékek iránt elkötelezettek. Médiafogyasztási szokásaimra főként az MR1, a Hit és a Katolikus Rádió hallgatása jellemző. Összességében úgy vélem érdemes velem megismerkedni, talán megér egy próbát. Bár átlagembernek tartom magam, az átlagnál nehezebben ismerkedem, ugyanakkor ennek előnyei is lehetnek. Vidéken élek, de szívesen költözöm, a távolság részemről nem akadály. Egészségtudatos, gyermektelen nővel barátkoznék, ismerkednék, lakóhelytől és életkortól függetlenül, tartós, hosszú távú, komoly párkapcsolat reményében. Kölcsönös szimpátia esetén nyitott vagyok a kapcsolatra. Reménykedem benne, hogy ezen sajátos módon növelhetem a társtalálás hatékonyságát. Felkeltettem érdeklődésed. Várom üzeneted. Barátságos vagyok, írj nyugodtan bármit, vagy kérdezz, ami eszedbe jut, így elindulhat az üzenetváltásunk, ami egy szép barátság és párkapcsolat kezdete lehet. Mindenkori párkapcsolati állapotomról a kapcsolódó blogon tájékozódhatsz. Párkereső_prozac.blogspot.com.
megosztással, ajánlással is segíthet párt találnom, köszönöm.